vallás és a tátos kérdés, azt gondolom nem kell itt külön hangsúlyozni, az mindig egy ilyen izgalmas, sokat tárgyalt, akkor pedig szerteágazóan félrevezető téveszmékkel van körbebástyázva ez a közös e-világ. És itt nem csak a hivatalos kutatás történet vonalát kell megemlíteni, hanem mi magunk is olyan zseniális módon tudunk tévelyegni, hogy már nem az érdekli a környezetünket se, vagy ezt a nemzedéket, hogy a táltosról mit lehet mondani a táltosság alapján, hanem hogy ő, valaki mit gondol erről. Na most, amikor viszont olyan korban élünk, amikor filmek, rockoperák, regények, tehát ezerféle választékban kapjuk az információkat, és ez azt jelenti, hogy ki mivel találkozik időnként. De hát van egy magyar hagyomány, és én nagyon szeretném azt, hogyha nem feldolgozásokból, meg ilyen kis könnyű futamú megközelítésekből közelítenénk, hanem tényleg a tényeket, a forrásokat vennénk alapul. De hát ez amúgy is azért nehéz, mert mindennek a veleje, ősvallás és újvallás vonatkozásában ez a Szent Istváni térítés és fordulatnak az ideje. Most valaki ott nem lát tisztán, vagy derengő módon, vagy már az is nagy dolog, mint amikor egy sötét szobába belépünk, először semmit nem látunk, aztán egy idő után úgy elkezdenek a tárgyak körvonalazódni, lehet érzékelni, hogy mi hol van. Legalább erre a szintre el kellene jutni, mert az egész ma tárgyalt kérdésből, hiába a tények, hiába az adatok, mindig mindenki ugyanoda ugrik vissza, ha olyan beállítottságú, de Szent István ugye kiirtotta. Most nem írtotta ki. Itt vagyunk, nem tűnt volna föl, vannak próbásírás tanfolyamok, ráadásul valaki elmegy Erdélybe, akkor kétféle írásbeliséget talál templomokban. Az egyik a latin betűs, latin nyelvű feliratok, a másik latin betűvel magyar nyelvű szövegek is előfordulnak, de rovásírásos szövegek. Soroljam a templomokat? Hát azért egy kicsit már tisztában kellene látni, hogy mi van kiírtva, mi nincs kiírtva. Elnézést, hogyha a templomok belsejében, templomok külsejében hemzsegünk a rovásírásos emlékektől, akkor pont a püspökségeket, templomok alapításának rendeletét meghozó Szent István, hogy a búbánatba írhatta ki, ha ma is használjuk. Tehát ezek olyan fajta dolgok, hogy az ember már nem tud mit kezdeni azzal, hogy mit nem tudunk megérteni abból, hogy a Habsburg évszázadok azok nem két napig tartottak. És amit mi Szent Istvánról, magyar kereszténységről, Koppányról, Istvánról, egyáltalán ősvallási kérdésekről tudunk, az egy Habsburg kultúr propaganda szűrűjén megy keresztül, és a legnagyobb hazafiak is nem a forrásból táplálkoznak, hanem ezekből a torzképekből merítenek nap mint nap. Na minden esetre tehát, gondolom nem túl szimpatikus volt egy ilyen felvezető, bevezető, de hát kénytelen vagyok erre kitérni, mert én magam nem egyszer megértem azt, hogy elmond az ember dolgokat, azzal nincs probléma, de tényleg tényeket, adatokat. És úgy néz ki, hogy mindig mindenki megértette, jön a szünet, jön az előadás vége, és lánglelkű hazafia, párás tekintettel, de ugye Szent István kiirtotta. Hát végig nem erről volt szó, és most sem erről lesz szó. És majd látni fogjuk a tényeket. Most a tények nagyon-nagyon makacs tények. Tehát a 20. században, nem tudom, hogy hallottunk-e arról, hogy 20. század, most elméletileg a jelenlegi időszámítás szerint a 21. században élünk, 20. század közepe után az 50-es, 60-as években Diószegi Vilmos táltosokkal találkozott. Na most számomra az a legfontosabb kérdés, hogyha az 50-es, 60-as években az én nemzedékem gyermekkorában még élő táltosokkal ennek a kis országnyi, tehát trianoni határok révén működő országnak a különböző pontjai lehetett táltosokkal, garabonciásokkal és rendkívüli képességű emberekkel nem elvétve találkozni,
hanem minden tájegységre lebontva, ha valaki néprajzi körútra, gyűjtő körútra indult valamilyen témába, egy biztos, hogy valami rendkívüli képességű emberrel találkozott. A kérdés ma, miért nem találkozunk? Egyszerű a válasz, szemtelen kiirtotta. Nem tudom, hogy érzik. Egyszerűen nem tájékozódunk, arról sem tudunk, hogy tegnap előtt mi volt, hanem baráti körben éppen a média naponta mit sugál, milyen nemzeti szintű ügyeket engednek népszerűsíteni, mert azért azt is tudni kell, hogy nagyon sok mindent, ami pillanatok alatt megosztottá teszi a nemzetet, azt engedik népszerűsíteni. Ami az egységet megteremteni, arról pedig nem hajlandók tudomásul venni. Na minden esetre szakirodalmi kommunikét fogok most kiadni. Tehát az első, ha valaki a tártos hagyomány vonatkozásában, nem túl sok könyvet fogok megemlíteni, de tényleg tájékozódni akar, akkor ezt a néhány alapvető művet vegye a kezébe, és ha tényleg érdekli a téma, és a nemzetügyét tényleg a szívén hordozza, akkor méltóztasson tájékozódni. Tehát méltóztasson elolvasni ezeket a műveket. És nem azért kell elolvasni, mert, hogy mondjam, tehát a szerzők, mondjuk egy néprajzkutató, egy néprajztudós, az teljesen tisztán összegzi a téma vonatkozásában való tudnivalókat, hanem kiderül, hogy például a Csallóközi térségnek, hát mind a mai napig van egy olyan táltos hagyománya, amit én inkább Timafi László műveiből megismerve ajánlok, mint más népszerű és mozgalmakat elindító, csodálatos jövendőlésekről beszámoló, hát inkább regényirodalomra vonatkozó, mint valódi tátos hagyományra, de milyen népszerű, most se szerzőt, se nevet nem fogok mondani és könyvcímet, mert teljesen fölösleges. Például Tátos Kelemen Dénes, gondolom, érzékeljük, hogy ez mit akar itt jelenteni számomra. Ő nem a középkorban élt, hanem gyakorlatilag hát karnyújtásnyira tőlünk. Mind a mai napig regélik, beszélik, Tátos Kelemen Dénes, Csallóköz, Rábaközi hagyomány egyik legnagyobb tátosa. Ráadásul hát itt mindig tévedni szoktam, tehát valaki utána tud járni, az nézzen utána. Én magam olvastam azt a néprajzi szakdolgozatot, amit a nagyapjáról, tehát ebben nem vagyok biztos, hogy nagyapa vagy dédapa, vagy unoka vagy dédunoka, de tulajdonképpen egy leszármazott a saját felmenőjéről, mint tátos, tevékeny tátosról beszámolt. Na most az ilyenek miért nem kerülnek be a köztudatba? Aztán mondok egy másik példát, 50-es évek. Ha valaki tudja, hogy mit jelentettek Magyarországon az 1950-es évek, akkor hát nem Dunapentelét emlegették akkor már, mert épült az új masinista csodaváros és a új ipartűzfészke, tehát már mint Dunaúj város, hát annak része az ősi település maggal rendelkező Dunapentele, ott volt és van egy Tátos utca. Na most kiről nevezték el azt a Tátos utcát? Segítek, nem rólam, hanem az ottani Tátosról. De nem 1000 évvel ezelőtt élt, hanem gyakorlatilag még kortársunk is lehetett volna, hogyha nagyon hosszú. Mi nagyon korán születünk, ő meg nagyon sokáig él. Tehát, hogy valamire fölfigyelni. Annak idején, nem is olyan régen egyébként, 70-es, 80-as években a televízió többször vetített egy olyan dokumentumfilmet, persze, hogy próbálták úgy ideológiailag behatározni, Halott látó volt a címe. Putnoki halott látó. Most gondoljuk végig ezeket a dolgokat. Tehát nem arról van szó, hogy Szent István kiirtotta, hanem arról, hogy ma semmit nem tudunk erről a úgynevezett rendkívüli képességek által mozgatott hagyománykörről. És mert semmit nem tudunk, saját lustaságunkat, tájékozatlanságunkat kire fogjuk rá? Hát ez a legegyszerűbb dolog. Ráfogni mindig valaki másra valamilyen úton, módon. Miért? Mert ez a felelősséget levetti a várról, hogy mi történt itt az utóbbi fél évszázadban Magyarországon. Gondoljuk végig.
adott esetben. No, hát ennyit a bevezető mondatok világában, és akkor néhány tényleg hasznos és lényeges tudnivaló művet címét és szerzőjét akkor ismertetem. Tehát először is Diószegi Vilmos. Az ő munkássága nagyon tanulságos, mert ő járt keleten, Szibériában, még a Szovjetunió idején, és tulajdonképpen neki köszönhetjük azt a tévedést, tehát tévedni emberi dolog, csak milyen érdekes. Nagy formátumú, jó képességű, hogy úgy mondjam, kutatóknak általában nem a felismert igazságai terjednek el, hanem a tévedések. Most ha valaki azt hiszi, hogy ez úgy véletlenül szokott meghomlosodni valaki életművének mondjuk az egyetlen lényeges tévedése, ahelyett, hogy az összes többi felismert igazság lenne hangsúlyos, hát akkor nyilván egy kis tévedés áldozatai vagyunk, mert itt valami háttérből egy tudatosságot, egy manipulálást lehet érzékelni. Tehát ő volt az, aki a magyar táltost azonosította a sámánnal. Na most az 1958-ban megjelent könyvének címe Sámánit emlékei a magyar népi műveltségben. Na most ő kiváló sámánkutató volt, tehát ha sámánizmussal valaki nemzetközi szinten foglalkozik, akkor nem fogjuk elhinni, Diószegi Vilmos sokkal magasabb szinten van, mint Mircea Eliade például, aki egy tényleg világhírű Párizsban élő, Bukarestből oda került, vallástörténész volt, és rendkívül elterjedtek, népszerűek a művei. Tehát Diószegi Vilmos nem lehet kikerülni ezen a területen. És hát ő maga is egyébként leírja és megfogalmazza, csak akkor ez még nem volt olyan létkérdés, hogy a sámán, mint megnevezés, az nemzetközileg elterjedt, nem azt mondom, hogy műszó, de tulajdonképpen a tipikus globális gondolkozás jegyében mindent egy kaptafa alá venni, minőségi különbségeket nem érzékelni, na most ez így terjedt el a világban. És ha elmegy valaki mondjuk akár Indiába, akár Amerikába, és indián műveltséget veszi alapul, ott is gyakrabban találkozik bizonyos törzseknél, mondjuk a szikszika indiánoknál, ha találkoznak egy nem odavalóval, mondjuk aki Európából jött, ne bonyolítsák a dolgokat, ő is már azt fogja mondani a saját törzsének, szellemi-lelki vezetőjéről, gyógyító emberéről, rendkívüli képességekkel rendelkező útmutatájáról, hogy a sámán. Na most minden nép nyelvében meg van nevezve ez a különleges rendkívüli képességekre alapuló, hogy úgy mondjam, emberség. És ez Ázsiában tőlünk keletre még mindig nem a sámán címszó alatt fut. Tehát ha Diószegi Vilmos történetesen még a maga idejében, 60-as években eljut Szibéria török ajkú népei közé, és azt mondja, hogy én keresem a sámánt, akkor keresően néztek volna rá, hogy kit tetszik keresni. Ilyen pártitkár itt a faluban vagy a jurtában nem lakik. Mert általában még ma is például török nyelvű népek az ilyen típusú rendkívüli képességekkel rendelkező embert még nincs vallás, tehát most egyelőre az van, hogy vannak rendkívüli adottságú, képességű emberek, akik egy közösség ügyes-bajos dolgait nem csak hétköznapi szinten, hanem ég és föld, evilág és túlvilág, betegség és egészség, mi az, ami elveszett. Most gondoljuk végig, valahol Szibériába, de Lapföldön történetesen hóvihar van. És az a lakótárs, aki éppen elment vadászni, halászni, madarászni, persze ott madarászáson nem sok esélyt le, nem kerül haza. Na most, hogy lehet őt megtalálni? Tehát mi az ilyen típusú képesség egyik legfontosabb feladata? Ami elveszett, vagy aki elveszett. Elboldorgott az állat, a rénszarvas, a nyáj. Valaki elveszett, itt hatalmas nagy távolságok vannak.
hogy fogjuk megtalálni? Milyen képességek mozgósításával lehet megtalálni? Tehát egyelőre van egy olyan rendkívüli képesség, ami nem etnikum specifikus, hanem a szükség úgy hozta, hogy az emberrel együtt születik. Miért? Mert sok tízezer éven, százezer éven keresztül, vagy akár millió éves nagyságrendben az ember úgy élte az életét, ha megbetegedett az állat, akkor nem hívta ki az állatorvost, hanem ő maga gyógyította meg. Ha egy édesanyának beteg lett a gyereke, elnézést, akkor nem a védőnőhöz rohant, vagy történetesen a gyerekorvoshoz. Ma is a legtöbb édesanya, a beteg a gyermeke, hogyan áll neki a dolognak. Ösztönösen elkezdi babuskatni, elkezdi gyógyítgatni, kezelés, ez egy gyönyörű magyar szó, tehát tulajdonképpen kézbe veszi a dolgokat. És mi is kezelésre megyünk, csak nem kezelnek bennünket. Lehet, hogy jobban is járunk egyébként, csak hogy érthető legyen. Tehát az emberi élet világában rendkívül sok olyan terület van, ami hétköznapi képességekkel nem, ha feladatként megjelenik, nem lehet megoldani. Tehát rendkívüli adottságokkal, képességekkel kell rendelkezni, és olyan helyeken, ahol van ilyen, ez egyáltalán nem nagy szám. Ahol elveszett, és ahol már csak tényleg tévé, internet, rádió, média, világában keressük a piros, fehér, zöld gondolatokat, na ott rendkívülinek tűnik. Hát amikor legutóbb, lehet így fogalmazni, voltunk Mongóliában, az egyik kutatásunk megbetegedett. Mi volt az első kérdés? Hívjanak-e orvost vagy sámánt? Világos? De ott a sámán nem azt jelenti, amit ma itt egy városi polgár gondolja, hogy hú, azt a csuda, betyár mindenit, ezt pont nálunk kiirtották, de keleten még megmaradt. Elnézést, nem keleten maradt meg, nem nyugaton, nem északon, nem délen, hanem ameddig van ember, és az nem biorobot, hanem valódi hús, vér, lélekből támadó ember, mindig fognak születni rendkívüli képességekkel, adottságokkal rendelkező emberek. Tehát ez az alap. Tehát, hogy nem hétköznapi szinten, mert nem tudja megoldani hétköznapi szinten azt a feladatot, hogy van egy hóvihar, most mondok egy példát, hogy a faluból, aki elboldorgott, az most éppen hol van. És mi a lényeg az ilyen rendkívüli képességgel rendelkező emberek esetében? Hát nem az, ami a mai orvoslás és orvostudomány világában, mert azt is elfelejtjük, hogy hiába tanulja meg valaki az orvoslás művészetét, és doktorál le, és megvan minden papírja, ha nincs adottsága, hogy gyógyítani tudjon, akkor pusztán semmi más nem fog egész életében csinálni, mint gyógyszergyárak ajánlására gyógyszereket fel fog írni. Tehát, hogy érthető legyen, először is kezdjük, ahogy mondani szokták, nem véletlenül van itt, induljunk el a kályhától. Mert ha tényleg nem a kályhától indulunk el, hanem már a 26. kanyarból tárgyaljuk a témát, fel nem fogjuk, hogy eleve rosszul közelítünk hozzá. Tehát az, ami bennünk nincs, környezetünkben nincs, de hiányzik, azt nem hogy keresnénk, hanem vágyálmokat kergetve, nem tudom milyen tévképzeteket kialakítva, elképzelünk egy olyan világot, ahol röpködnek ezek a titokzatos sámánok, táltosok, bűbájosok, garabonciások, jönnek, mennek, időnként azt mondják, hogy ipi, apacs, egy, kettő, három, és minden megváltozik az ember életében. Tehát végeredményben nem akarom azért a témát olyan módon feltüntetni, hogy az ennyire leegyszerűsíteni, csak érzékeltetni szeretném, hogy alapvető probléma az, hogy érzékeljük-e azt, hogy eleve emberi képességek. És ezeket a képességeket viszont úgy gondolták minden társadalomban, minden nép körében, hogy felülről érkezik. Tehát itt nem lehet megtanulni. Tehát vagy azzal az adottsággal születik valaki, megint egy egyszerű dolog. Hiába kergetem a labdát lent a játszótéren gyerekkoromban, ha nincs olyan adottságom,
hogy született játék intelligenciával rendelkezem, akkor nem lesz belőle. Naponta futkoshatok. Naponta rúgdoshatom azt a labdát. Csak valami hiányozni fog. Na most ezt megint azért jelzem, hogy majd éppen eléggé misztikus területekre fogunk térni, hogy egyelőre ilyen környezetbe vegyük észre, hogy nincs az életnek olyan területe, például zenei adottság. Hát akinek nincsen, nekem adhatnak, leülhetnek engem orgona mellé, nagy zenekar elé, hogy vezényeljem. Én szívesen odaállok, mert valószínűleg a nagy zenekar előbb-utóbb azt mondja, hogy megkérdezik egymástól, hogy te menjünk inkább fagylaltozni, vagy mit csinál itt ez az ember? Tehát olyan az emberi élet, és ezért veszélyes a globalizációnak és a digitális diktatúrának a kora. Nincs szükség emberségre, nincs szükség emberi képességekre, hanem biorobotok, akik bizonyos gépiesített feladatokat végre fognak hajtani. Mi most arról a világról beszélünk, ahol mindenhez szükségelteti, tehát ahhoz, hogy egy jó íjat el lehessen készíteni, hát nem mindegy, hogy olyan fogja nekem elkészíteni, aki nem tud, vagy olyan, aki tud. Tehát végeredményben ez lesz a nagy kérdés. És ezen a területen belül, már én is sámán fogok átmenetileg mondani, a sámánizmus az nem egy olyan dolog, ahogy próbálták az 50-es, 60-as években ideológiai keretek vonatkozásában beállítani, de hát a 20-as évektől kezdve keleten még 1990-ig gyakorlatilag ez a Szovjetunió területét jelentette, hogy ezek a sámánok tulajdonképpen csak élősködtek a szegény, egyszerű népen, és a hiszékenységgel éltek vissza. Egy sámán nem tud a hiszékenységgel visszaélni. Miért? Mert vagy meggyógyítja, vagy nem tudja meggyógyítani. És ha kétszer nem tud valakit meggyógyítani, harmadszor már senki nem megy hozzá. Tehát én várnám, hogy ma is ez legyen a világban, az élet minden területén az etalon, de magunk között is, hát nem akarok életpéldákat elmondani, akkor inkább bezár, de ismerjük ezt a mentalitást. Hogy mindenki jobban tud a másiknál mindent, és annyira elsekélyesedett az emberi világ, annyira nem tudnak valódi értékek megmutatkozni ember által, hogy ez mit jelent. Észre se vesszük, hogy mit jelent az, ha valaki rendkívüli képességekkel, adottságokkal rendelkezik, és tulajdonképpen egy közösségnek nem a kárára, hanem javára és hasznára van. És itt még nincs vallási kérdés. Miért? Mert ez a fajta képesség, és tájékozódási képesség is. Tehát most már a magyar hagyomány ide vonatkozó szavaival élve révülési képesség, ez megint mindenhol. Gondoljuk végig, 15. századi nyelvi emlékünk, hát ma nem tudom, hogy hova sorolnák be, mert Szent Ferencről magyar nyelven úgy ír, ahogy majd későbbi korokban, mondjuk a táltos révülés vonatkozásában a jelenséggel találkozni fogunk. Tehát történetesen, ha egy Szent Ferenc elrejtezik, olyan, mintha meg lenne halva, és közben Istennél van a lelke, miben különbözik ez a világ minden pontján leírt, számon tartott, vallástól függetlenül létező jelenségtől. Hát Papp Gábor szokta nem egyszer hangsúlyozni, hogy például egy avilai Szent Teréz, vagy most említettem Szent Ferencet, az ide vonatkozó képességeket, amivel ők rendelkeztek, és leírásokat, hogy mi történik velük. Vagy egy árpádházi Szent Margit. Hát nem mondom, hogy ez ő, abban a pillanatban jön egy néprajzos, egy vallástörténész, és mit mondjuk, sámán révülés, sámán extázis. Tehát vegyük észre, hogy attól, hogy buddhista, ez a képesség ugyanúgy fog működni, csak a buddhizmus keretein belül. Attól, hogy keresztény, ez a képesség ugyanúgy fog működni, csak a kereszténység keretein belül.
Például az iszlám vallás világán belül van egy olyan út, hát ezt a szufizmusnak nevezik, és emlékezzünk vissza, ma is bárki találkozhat vele, akár ilyen népszerűsítő művekben is, hogy ott az úgynevezett dervis tánc hozza elő azt az extatikus állapotot, ami lényegében, hangsúlyozom, külsőségeiben egészen különbözni fog, mondjuk egy indián hagyománykörben megmutatkozó nyári nap szertartástól ez az híres naptánc. És nincs olyan hagyomány megint csak, ahol egy ilyen extatikus állapotot történetesen ne egy zenei, és ugyanakkor a test rendezett mozgása által érnének el. Tehát, hogy érzékeltessen, nem azon kell keseregni, hogy Szent István kiirtotta, mert ma is van magyar néptánc. Akkor tessék a magyar néptáncot úgy járni, hogy ezeket a kozmikus, mikrokozmosz, kikus lényünk, ahogy a nagy makrokozmosz ritmus képletére rá tud hangolódni, akkor hangolódjunk rá. De egyszerűen nem használjuk ezeket az utakat. Mert nem is gondoljuk, hogy itt van. Hanem egyszerű úgy megtekinteni, mintha már rég nem is létezne. Na most gondolom, ennyi átmenetileg bőven elég volt. Most megnézzük nagyon gyorsan, hogy magyar nyelven mit jelent az a szó, hogy vallás. Tehát én azt mondom, hogy ősvallás, abban a pillanatban lehet érzékelni, hogy ha a szavaknak valódi jelentést tulajdonítunk, akkor magyar nyelvben az ős nem csak objektív értelemben jelent valami régit, hanem ős, ősöm vallása. A vallás a magyar nyelvben egy alakban jelenik meg, de két jelentésű szó. Van egy névszói jelentése, állapotra vonatkozik, vallás. Na de ige értelemben mit jelent? Az, hogy vallás. Tehát a vallomás tulajdonképpen semmiben nem különbözik a vallás szavunktól, hanem egy bővített, kicsit már értelmező változata. És van még egy érdekes jelentése a vallás szavunk, úgymond, hát nem közvetlenül, de abból a hangcsoportból kiindulva már ott vagyunk a vállalásnál. Tehát nálunk a vallás és a vállalás meglepő módon ugyanarra a nyelvi világra épül rá. Ez pedig mit jelent? Ha nem vállalod, akkor ne beszéljél bele. A vallásügy minden világvallás esetében csak nem minden nyelv képes, mondjuk a latin nyelv, a görög nyelv, vagy akár a kopt nyelv, vagy akár a szír nyelv. Tehát az, hogy vallás úton én eljutok egyszerre a vallástevéshez, és gondolom tudjuk, ha a világot igével teremtik, az mégiscsak egy hanghatásból indul el. És ez mégiscsak egy hanghatásnak a folytatása. Tehát minden vallás, most ne úgy értelmezzük, hogy valakit addig szorongatnak, míg be nem vallja azt is, amit nem követett el, de én keresem a magyar ősvallást. Akkor a nyelv nagyon rávezető tud lenni. Mert amikor vallomást tesz valaki, gondolom tudjuk, ez mindig a legszemélyesebb ügy. Most ne a utóbbi idők kényszerszülte szóhasználataiból induljunk ki, van egy férfi és egy nő. És történetesen a férfi mit szokott vallani? Gyerekkoromban még mondtak ilyet. Mit szoktunk vallani? Szerelmet. Szerelmet. És hol lakik a szerelem legmagasabb szinten? Istenem, Istenem, szerelmes Istenem. Tehát már elindultunk az ősvallás útján. Egy biztos, ha én ősvallást keresek, a szeretet útján kell elindulni. És ha van egy tételes szeretett vallás az emberiség körében, és mi történetesen, hivatalosan az kereszténység keretében bizonyítható módon nem csak az utóbbi 1000 évet, azért sokkal korábbi kapcsolatokra megy vissza,
akkor ne azt keressük, ami az ős vallást az új vallástól elválasztja, hanem a szeretet nem vallással születik, nem tűnik föl. A szeretet már otthon a világ teremtésének kezdetén. A görög mitológiával kicsit hadilábon állok, mert annyira zilált, annyira szerteágazó, annyira tele van ellentmondó történetekkel, de lehet érezni azt, hogy hol lehet kitapintani egy ős eredeti magvas, hogy úgy mondjam, valódi hagyománykört. És gondolom tudjuk, nem egy esetben kiderül, hogy a teremtés első pillanatában, és nem is nagyon lehet tudni, hogy tulajdonképpen ki az első, ki a második, miért? Mert egylényegű az érosz a teremtővel. Hogy fogalmazódik meg ez az evangéliumokban? Mert úgy szerette az Isten a világot. Tehát ha a teremtés nem szeretetből történik, legmagasabb szinten a szerelem útján, mert ezzel már nagyon sokan elbajlottak, meg nagy felismerésekre jutottak. Nem mindig lehet hasznosítani egyébként, de egy biztos, itt észre kell valamit venni. Ez a szerelem, ez egy elemi minőség. És valószínűleg nem a négy alapellem világához tartozik, hanem az ötödikhez. Tehát a quinta essentia, az élő minőség, az ötödik elem. Most a magyar népdalok, a legősibb népdalok pentatóniára épülnek, ötfokúságra. Nóta benne miről énekelnek? Szerelemről. És még hozzáteszi, miért nem termettél volt minden fa tetején? Hát ha én tudom, hogy a szerelem fa tetején terem, hát le se jövök a fába. Hát ez persze Darwin már nyilván máshogy tárgyalná, hogy maradjál is csak ott, hogy érthető legyen. Keleti hagyományban az élőfa ugyanúgy az ötödik elemnek a neve. Tehát ez az alapvető dolog. Elindulni a teremtés útján. Mert a vallás ott kezdődik, hogy tud határozott módon tud vallani a világ teremtéséről, az ember teremtéséről, az első ember pár egymáshoz való kapcsolatáról, ahogy mondani szokták, lehet tovább fokozni, az első testvérpár viselkedéséről. És ott már elválnak a földtörténet, emberség történelemben az utak. Miért? Mert van egy ágazata Romulusszal, Rémusszal, Káinnal, Ábellel, Iránnal és Turánnal találkozunk. Ezek a testvérpárok egymást oldhatatlan, nem szeretettel szeretik, hanem gyűlölettel gyűlölik, és az egyik mindig a másik életére fog törni. És van másik típusú testvérpár, ez nem csak a magyar hagyomány hunor magyarjára vonatkozik, hát minden nép őstörténete, az ember nem hiszi el egyébként. Általában hogy indul? Nyilván lehet kivételeket találni, én ezt aláírom. Tehát az, hogy minden nép őstörténete, így ex katedra kijelentve, ez tényleg hátborzongatónak tűnik és elfogadhatatlannak, de nyugodtan mondhatjuk, hogy a legtöbb ismert hagyomány egy testvérpár világából fog kiindulni, és ráadásul ez a testvérpár, nem fogjuk elhinni, mit fog művelni. Követnek valamit. Vagy valakit? Hát valaminek a nyomába szegődnek. És ez érdekes módon legtöbb esetben egy szarvas. Most a szarvas viszont, hát egy biztos, ha testvérpárt vezetnek, akkor nem valami szervetlen élet nyomára kell rátalálni, hanem a szerves életvilágát kell megtalálni, és akkor lehet mondjuk egy hazát alapítani. Tehát van egy ilyen vonatkozása is a vallásos kérdéseknek, és ez most egy kicsit, ez most a telefonból, vagy nem baj egyébként, mert nagyon, ezek mindig nagyon hasznos jelzések, hogy lépjünk már tovább. Csak jelezni akarom, hogy a vallás szintjén már
gyakorlatilag megtaláljuk azokat a vonalakat, tételesen kidolgozott vonalakat, aminek lesz teológiája, lesz dogmatikája, és végeredményben az, hogy ez be tud merevedni, meg tud csontosodni, az idő ugyanúgy eljár felette, ez is az élet vonásaihoz fog tartozni. És a másik az eszkatológiai kérdés. Mit tud mondani a végső időkről? Mit tud mondani? És itt lesz egy nagyon érdekes jelenség, most gyorsan ezt végig fogom olvasni, mert László Gyula elég részletesen foglalkozott ezzel a kérdéssel, de még végig olvasnám, azért a könyvajánlót is ismertetni szeretném. Tehát 1958 Sámánit emlékei a magyar népi műveltségben. És hát Diószegi Vilmos méltatásáról még annyit el kell mondani, hogy az akkori körülmények között gondoljuk végig, akkor sámánokat keresni. Akkor, hogy az a közösség, ahol ő jár, hát elmondja, hogy mondjuk elmegy a repülőgép Moszkvába, Moszkvából elmegy a csuda tudja hova, valami szibériai kisváros repülőterére, és onnan éppen, hogy úgy mondjam, mozgó gépjárművek vagy helikopterek segítségével eljut ki a posztába. És azt mondja, van-e itt sámán? És képzeljük el azt a megfélemlített társadalmi környezetet. Tehát annyira emberszámba vették, tehát annyira megbíztak benne, hogy gyakorlatilag a legféltettebb kincseiket és hagyományaikat is feltárták Diószegi Vilmos előtt, és ő ezzel soha nem élt vissza. És tőle tudjuk egyébként, mert zárójelben mindig megadja, hogy Kámnak vagy Bőnek nevezik. Tehát mongol nyelvű népeknél inkább Bő a neve, ugyanakkor török nyelvű népeknél, de mongol nyelvű népeknél is megvan, hogy Kámnak hívják. Na most a Kám viszont tényleg mindenhol ismert, Ázsiában. A sámán csak az olvasott ember világában, de mit számít a rádió, a televízió, a tananyag? Már szinte mindenhol használják azt a szót, aminek jelentését, most nem fogjuk elhinni, mint a mai napig senki nem tudja. Tehát így kell ezt csinálni. Tehát ennél jobb dolgot az ember úgy ki nem találhatna az ismeretek terjesztésére, mert mind a mai napig vitatkoznak, hogy a sámán tulajdonképpen ez egy mandzsu-tunguz nyelvjárásból egy kis törzs szent emberének a megnevezése. Tehát ha a Kán kerül át a köztudatba, akkor arra az ember azt mondhatja, legalább fél Ázsia ismeri. Mondjuk valódi élő kapcsolatból. És végeredményben oda jutnak, hogy mandzsu-tunguz szó, és valami olyasmit jelent, hogy aki tud. És beleborzunk az ember, hogy nem mond. Aki tud. Hát ennek én is nagyon örülök, mert tudni nem hátrány, főleg, hogyha valaki egy hivatást gyakorol, de az érezni, hogy ez egy kicsi sekélyes magyarázat. És akkor már próbálják a szanszkrit szamana szóból is levezetni, bármiből csak valamit találjanak. És mert mandzsu-tunguz nyelvjárásnak azt az ágazatát valószínűleg nem sokan fogják beszélni, annál jobban lehet a szakirodalomban elterjeszteni, és mi valamit gondolunk bele, de azt se tudjuk, hogy az a szó mit jelent. Na most Vitéz János nem esztergomi érsek korában, még Váradi püspök korában írja, hogy akkor jön el a világ vége, amikor olyan szavakat használ az ember, hogy nem tudja, hogy mit jelent. Na most használunk szavakat, fogalmunk, még ha magyarul is van, nem gondolunk bele a jelentésébe, hanem egy elképzelt tartományban, jelentés árnyalatban fogjuk használni, közmegegyezés alapján, de nem a szó eredeti jelentését. Most nem akarok szakszavakat mondani, ennek a kályhának, ha van hőfok, akkor gondolom tudjuk valamit áraszt. Használni szoktuk. Frissen sült kenyérre is mondani szokták. A szeretetre is, az anyaölre is mondani szokták. Hát ma kimondunk egy ilyen fogalmat, már úgy lehet érezni, hogy elnézés, most melyik jelentésében? Elnézés, egy jelentése van.
nem az, ahogy majd globális szinten alkalmazzák és használják. A másik könyve Pogány magyarok hitvilága, 1983-ban jelent meg. Tehát az összes idézet tulajdonképpen, amit fel fogok olvasni, majdnem mindegyik ezekből a könyvekből való, tehát utána lehet olvasni, ahol nem, ott külön fogom jelezni. Fehér Mátyás Jenő, középkori magyar inkvizíció, 1968 Buenos Aires. Most Fehér Mátyás Jenő domonkosrendi szerzetes volt, de hát az élet az olyan, hogy beleszeretett valakibe, kilépett a rendből, megházasodott, de az, hogy ő milyen pályán indult el, az a kutatás vonatkozásában nagyon hasznos volt, mert nagyon jól tudott például latinul. Na, ő találja meg azt a, hát eléggé háborús időszakban, második világháború vége felé, kassai templomnak a padlásán a híres kassai kódex. És tulajdonképpen a cím már kicsit félrevezető. Középkori magyar inkvizíció. Miért? Mert ezek valóban inkvizíciós jegyzőkönyvek, ez vitathatatlan tétel. Sajnos nem volt abban a helyzetben, hogy az eredetieket közzé tudta volna tenni, hanem mindegyikből tartalmi kivonatot adott, és tulajdonképpen, ha a 13. századból származott egy jegyzőkönyv, az lehet, hogy 17. századi átírásban maradt át. És gondolom tudjuk, hogy aki átír vagy másol, becsületbeli kérdés az, hogy mi az, ami tovább fog menni. Tehát fenntartások megvannak, de van egy rendkívül egységes kép. És ő annak idején ezt úgy jelentette meg, hogy Sámán Perek jegyzőkönyve. És végig úgy határozta meg, ki lehet találni nyilván, hogy kinek a hatására elsősorban, tehát Diószegi Vilmos Sámán hit emlékeit, és nem kisebb személyiség, mint Badinyi Jós Ferenc annak idején nyílt levelet intézett Fehér Mátyás Jenőhöz, mondván, hogy nekünk sámánjaink soha nem voltak. Na most Fehér Mátyás Jenő, és itt jön egy férfias hozzáállás a kérdéshez. Mert azért tudni kell, hogy Badinyi Jós Ferenc nem az a babusgatós vita partner volt, hanem oda dobok egy malom követ, aztán ha valaki ott marad, utána még elbeszélgetek vele. Most már nagyon könnyű volt megsértődni, és teljes joggal. És Fehér Mátyás Jenő nem sértődött meg, hanem elismerte, bocsánatot kért, ugyanis jött még egy kitétel. Ezekben a jegyzőkönyvben a megnevezett papságnak nem Táltos volt a neve, legkevésbé nem Sámán, hanem végig a mágus szó szerepel. Végig a mágus szó. Ez egy külön kérdés, ezzel is fogunk foglalkozni. Most a mágust meg a mágiát, gondolom tudjuk, mágia, görög nyelvből eredeztetik. Aztán keresem a görög nyelvbe, elmondják, hogy nem görög nyelvből van, ókorban ez már nemzetközi műszó. Tehát mindenhol megvan. Jó, nincs meg a görög eredet, honnan? Hát szanszkrit. Az a másik Jolly Joker. Na. És akkor, hogy a májából származna. Májá. Máj és vara, az a varázslat ura. Na most a mágia az nem varázslat. A varázslat az a májá, a fátyol, a jelenségvilághoz tartozik. És könnyen átmegy bűbájosságba. Tehát egyfajta jó bűbájosság is van, de tulajdonképpen ilyen felszíni erők működtetésével, és ebbe akár egy hipnotikus erő is főszerepet játszott. A mágiával mi az óriási nagy probléma? Egyetlen egy nyelvben van ennek szóbokra és szócsalára. Miért? Mert a mágiának mi az alapja? Ráadásul egy olyan nép nyelvében van jelen, akinek számon tartott ősei között kétféle módon is jelentkezik ez a név, változat. Tehát ha Nimródnak van két daliás szép fia, Hunor és Magyar, akitől a hunok, vagyis a magyarok származnak, Magor. Tehát Magar, Magor, Magyar nevében a mag szót ő ott van. De van olyan ágazat, amely Magog pátriárka irányában, Magog pedig megint a Magokra megy vissza. Tehát a magyar nép ős történeténél tulajdonképpen van egy olyan fajta jelenség,
ami még a nemződés útján is figyelmeztet arra, hogy mi az igazi mágia. Hát ebből a kis huncut magból, most megmutatni sem tudom, mert mikroszkóp kellene hozzá, és nincs itt a kezemben. Hogy lesz magzat? A magzatból hogy lesz Mátyás király? Vagy Szent László király? És hogy mondhatom magamra én azt, hogy magam? Na most melyik nyelven lehet ezt végigkövetni? És ráadásul, ha én azt mondom, hogy a mágusoknak van egy viseletük. Most ez viszonylag oldalirányból közelítünk. Most úgy mondanánk, néprajzi szövegek is elmondják azt. Szűcs Sándor, majd őt is említeni fogom. Leírják, hogy mit tart népünk arról, hogy a táltos milyen viseletben jár. Mindig hangsúlyozzák azt, hogy magas a süveg. Na most bármilyen torz fantáziafilmet, vagy akár jó fantáziafilmet, vagy akár történelmi hitelességű filmet megnézünk, vagy akár ókorból képeket, festményeket, mozaikképeket, domborműveket látunk, középkorban festményeket, de szobrászati alkotásokra is. A mágusnak mindig milyen a süvege? Definíció szerint magas. Miért? Mert a magasság felé irányul az a szellemiség, amit ő képvisel. És amilyen a viselet, olyan a viselkedés. Tehát nem lenyomja a szellemiséget, hanem lehet érezni, egy irányba indul felfele. És ott pedig mi van? Ott a magas ég van. És mivel foglalkoznak? Akár azok a mágusok is, akik hivatást gyakorolva megtalálták a betlehemi jászolba Jézust. Kik voltak ezek a mágusok? Hát tulajdonképpen csillagászok, csillagot követtek. Magos mennyek magassága, arhaikus népi imádságban ez a magos két jelentésű, de magos mennyek magassága. Hát mivel van tele az éjszakai égbolt? Csillagszerű fénymag tüneményekkel. És ha a mágiáról valamit mondani akarok, akkor már eljutunk a mágiához. Mágia vagy mágia. Tehát ez azt jelenti, hatalmas erők munkálkodnak. És a magfizika, hát gondolom tudjuk abból, milyen mágia tud, ha ez rossz kezekbe kerül. Tehát a mágia az nem a jelenségvilággal foglalkozik, hanem a teremtés világán belül a magnak az erejével. Hogy lesz egy ekkora kis háromszögletű fekete magból, Csontváry Koszka Tivada elhívására gondoljunk, hogy lesz belőle egy 6000 éves cédrusfa? Na ez az igazi művészet. És ez, hogyha egy nyelvben is, aki ezt gyakorolja, hát nem egy alávetett, nem megbecsült ember, hanem magasztos. És föl a magasztosulni. Az azt jelenti, hogy megdicsülni. Nos, próbálja meg valaki a mágiának, nyelvi úton a görög vagy a szanszkrit nyelvből ezt, ahogy úgy mondjam, egymásra épülő jelentés rétegét megtalálni. És bizony visszatérve, tehát Diószegi Vilmos hatására, amit állított Fehér Mátyás Jenő, azt mondja, elnézést, ezekben a szövegekben mágus szó szerepel valóban. Csak én arra gondoltam, hogy ez a keresztény, hogy úgy mondjam, irodalmon, vagy teológiai, vagy vitairatok világában, hát ez egy olyan nemzetközi szó, hogy ő megpróbálta magyarítani, nem kell magyarítani. És eljutott hova? Nem is magyarított, hanem mancsutungus nyelvjáráshoz, hogy sámán. De hangsúlyozom, becsületére legyen mondva. És nem tudom, hogy minden ide vonatkozó szöveget majd sikerül felolvasni, reményeim szerint igen. És abban a következőket fogjuk találni, Ipoly Arnold írja a következőket. 1854-ben magyar mitológia. Ősvallásunk papjairól élénk történeti adatok és névemlékek maradtak fenn. Régi nyelvünk fenntartá még a táltos pogány papi neve. Eszerint a táltosok a régi pogány magyarok bölcsei és papjai. Dániel 2 és 4 fejezetében vulgatai szöveg idegen papi nevezetei között a mágust ezen saját pogány papi nevünkkel találjuk fordítva.
Bonyolult a megfogalmazás, de ez mit jelent? Mire fordítják még mondjuk a 18. században a mágus szót magyarra? Táltos. Tehát meglepő módon, hogyha keresünk egy oldalirányú kapcsolatot, akkor azt kell mondani, és már előre lehet borítékolni, hogy tulajdonképpen nem járunk rossz nyomon. Mert ha a mágust, mágiát idegenből vesszük, érdekes módon ezt kétféleképpen fordítják végig az egyházi irodalomban, Károli Gáspár óta történetesen, hogy vagy bölcs, tehát a három napkeleti bölcs, tehát a három mágust a Máté evangéliumában, akik szerepelnek, tehát ott a görög nyelvű szöveg az tényleg mágusról beszél. De ő azt mondja, hogy bölcs. Vagy pedig tulajdonképpen táltos. Tehát van egy olyan papi megnevezetes háromszögünk, ami variálható, mert a bölcs mindenhol ott van. Mert azért akárki valaki, a bölcsesség nem árt, hogyha ott van a szíve csücskében. De tulajdonképpen ennek a táltosi nevezetnek két irányba van alter egója, az egyik a bölcs, a másik pedig a mágus. Ezekkel azért annyit nem fogunk részletében foglalkozni, ez csak érdekességként jeleztem. Viszont magyar nyelven a bölcs, és ez nagyon lényeges. Kevesen tudják, hát én annak idején, amikor először hallottam, szinte a bölcsőbe kívánkoztam vissza. Mit jelent magyar nyelven az, hogy bölcs? Honnan jön ez a bölcsesség? A bölcső. A bölcső. Magyarul vagy születsz erre, vagy soha nem leszel bölcs. Ha hallgattál volna, bölcsen maradtál volna, de ez egy gyönyörű jelzés az, hogy a bölcs az nem azt jelenti, hogy tudok. A bölcsesség az egy áthozott tudás. Azt egy másik világból születési adottság révén hozzuk, és ott ring a bölcsőbe. És ezért van az, hogy megint majdnem minden nép hagyománya ismeri azt, amit legjobban keleti vallások utak vonatkozásában a taoizmus útján tartanak számon, ott Lao Tse a taoizmusnak úgymond a megalapítója. Egyébként erre egy magyar név tökéletesen rárémel, Lao Tse. Melyik nevünknek az úgynevezett rövidített becéző? Laci. Most ezen mi mosolygunk, de hogy honnan jönnek a neveink? Tehát Lao Tse vagy Laci, már elnézést. Lehet megbotránkozni, és ha tudom, hogy egy Szent László milyen bölcsességgel rendelkezik időnként, és állandóan, akkor ezen már nem fogok annyira csodálkozni. Na minden esetre tehát, ott lehet tapasztalni azt, hogy amikor ő megszületik, akkor fehér hajjal, fehér bajusszal, fehér szakállal, öreg emberként születik meg, és csecsemőként hal meg. Tehát ez mit jelent? Az igazi bölcsesség tulajdonképpen a csecsemőnek és az öreg embernek a világát egyesíti. Keresztény szóhasználatban maga Jézus mondja, nem óvodai foglalkozás közepette gyerekeknek, hanem felnőtteknek. Ha olyanná nem lesztek, mint egy kisgyermek, nem mentek be a mennyek országába. És ezért van az, hogy a keresztény egyházművészetben, Felvidéken is nem egy ilyen templomot látunk, ahol Szűz Mária elszenderülését ábrázolják, tehát halálát, ott van körülötte az apostoli sereglet, ágya mögött ott áll Jézus, és tulajdonképpen egy csecsemőt, egy pólyás babát kitart így a kezébe. Amikor ő leszületett erre a világra, akkor aki most eltávozott, ő tartotta a kezébe, őt fordult a kocka. És viszont Szűz Máriának a lelke milyen alakban lép ki? Utolsó lehellettel egy kis, gondolom láttunk már ilyen, tele van az egyházművészet ezzel az ábrázolással. Tehát a lélek egy ma született csecsemő képében hagyja el a testi megfáradt, megöregedett porhüveit. Na most ezt csak a bölcs vonatkozásában, hogy mi mindenfelé lehet elindulni abban a pillanatban, és leginkább, hogyha a könyvcímeket megismertetem. Szűcs Sándor a régi Sárrét hitvilága 1992-ben új kiadásban, reprintben megjelent második kiadás.
Timafi László, táltosok, tudósok, boszorkányok 2010 Győr, és végül, de nem utolsó sorban, ősvallási kérdésekben rendkívül lényeges mű, Pap Gábor üdvtörténet magyarul 2015-ben jelent meg. Tehát rengeteg számot, nagyon jó képanyaggal és dokumentával is kísérő. És mindegyik könyv, amit felsoroltam, nyilván ad egy bibliográfiát. Ezért én többet nem fogok megemlíteni, de egy biztos, ezekből már egész jó hatásfokkal lehet tájékozódni, hogy mi az, ami jellemző a táltosra és az ősvallásra, és mi az, ami nem. Nota bene, hogy az ősvallásra mi nem jellemző, leginkább vagy nem merjük kimondani, hogy mi jellemző, vagy nem jellemző, vagy nem akarjuk, vagy nem tudjuk. Mert túl sok mindent lehet tudni ahhoz, hogy ekkora csönd van ebben a kérdésben. Nagyon sok mindent lehet tudni. És ne felejtsük el, hogy bárki nyilatkozik tévében, rádióban, interneten, online térben, nem tudom milyen térben, és meglehetősen hivatalos ez a nyilatkozat, akkor a magyar ősvallást valami ősi, sámán, hiedelem, világ és valami ősi természet, kultusz jellemezhette. Miért? Mert nesze a nagy semmi, fogd meg jól, de nagyon fogd meg. Tehát nyilvánvaló módon van egy ősvallás. Mert ha nem lenne, ekkora homályban, vagy ekkora téveszme gyűrűben, vagy pókháló hálózatban, ezt a kérdéskört nem hagynak felkülni. Hát eleve ott van egy nagyon kínos tétel, és egy kicsit megint más irányba indulunk el, honvisszafoglalás régészeti emlékei alapján egyetlen egy tételes világvallás jelenlétét lehet Árpád magyarjai között felismerni és azonosítani. Hát még a bezdédi tarsolylemez kellős közepén is kereszt van. Jó, ott lehet úgy, hogy hát egy tarsolylemez közepén egy kereszt, a kereszt közepén a középpont. Hát most mit csináljon szegény, ha a középpontot égtája király meg akarja határozni. Csak az a helyzet, hogy a kereszt, mint forma, élő lüktető ábrázolási úton, rátételken, övcsatokon, ötvös művészeti emlékeken ezerféle változatban jön el. Ott van előttünk a négy szirmú kereszt, ott van előttünk az élő eleven fénykereszt ábrázolások tömege, de mivel azt tanuljuk, hogy a kereszténységet Szent István kényszerítette a magyarokra, hát nem foglalkozunk a kérdéssel. És hogy hogy működik ez a hipnotikus befolyásolási módozat, hát Peruba járva megtapasztaltuk. Ott egy helybéli történész mesélt el, hogy az inka, nem is az inka, mert az inka az egy új keletű indián kultúra világát képviseli, hát ott gyakorlatilag a naszkai műveltség, a mocsika, a csimú, tehát végtelenségig lehet térben és időben visszafelé menni az ikai műveltség. Tehát ezek több tízezer éves múltra tekintenek vissza. Na most képzeljük el, amikor Pizarro óta, aki úgymond elfoglalja, nem is elfoglalja, ő alapította Límát. Elmegyünk Límába, jártunk ott, kellős közepén, most ez túlzás, de megközelítőleg egy Gellért hegy méretű agyagpiramis van. Na most gyors kérdés. A Líma központjában minimum, még a hivatalos régészeti becsülések szerint is másfél ezer évvel ezelőtti indián monumentális, leginkább a mezopotámiai agyak tégla építészet világát, a zikkurátok világát idézi fel, ilyen monumentális emlékek vannak, akkor mit alakított Pizarro? Hát ezek nem alapítottak, ezek romboltak. De minden tankönyvbe így kerül bele. És mi a lényeg? Indián műveltség, indián kultúra nincs. Ami van, az nagyon kezdetleges, azzal nem is kell foglalkozni. Közben ott vannak a sziklatemplomok, ott vannak az intihuatanák, az ősi kőből faragott oltárok, ott van Machu Picchu, csak a legismertebb idegenforgalmi látványosság, és nem fogjuk elhinni. A mai őslakosság most kezdi kapirgálni, miért?
mert bemondta a tévé és a rádió és a tankönyvekbe is kezd bekerülni, hogy van indián műveltség. Most el nem, és akkor képzeljünk egy magyar helyzetre, úgy általában. Szóval egyszerűen nem fogjuk fel azt, hogy annak a közmondásnak a jelente, vagy megszoksz, vagy megszoksz. Addig mondjuk még gyereknevelésben. Ha egy gyereknek 5 éven keresztül azt mondja az apja és az anyja, és én nem egy ilyen esettel találkoztam, hogy kisfiam, te nem vagy normális, vagy kislányom. Már könyörögtek ismert példáról, ne mondd. És felnő a gyerek, és röpködne, és szeretne, de még mindig rajta van ez a teher. Hát azért ennek nagyon nagy szuggesztív ereje van ám. Na most, ha egy népnek naponta mondják, hogy anyanyelve az nem is létezik, mert tele van jövevény szavakkal, szláv nyelvből, ger, mindenhonnan kölcsönzött, és finnugor eredetű. A legnagyobb képtelenséget elegendő néhány nemzedéken keresztül sulykolni. Miért? Mert az első nemzedék ezt kineveti. Ne szórakozzál már. A Gyarany Jánosra gondoljunk. Mit mond? A magyar mindig meg Jókai volt. Hát ő úgy gondolja, hogy a magyar mindig magyarul beszél. Nagyon egyszerű a dolog. Jön a következő, és minden magasabb iskolai szinten, tananyag követelményei annál, hogy úgy mondjam, kvalifikáltabb intellektust igényelnek, hát ő megtanulta. És végül dogmaként fog, hogy a nyelvészet tudománya kétségkönyvbe bizonyította. Na most 19. században még egy abszurd képtelenség, 21. században nyelvészet tudományi bizonyossága, mi őseink a finnugor népek nyelvcsaládába tartozik. De nincs ilyen, hogy finnugor nyelvcsalád, miért? Mert ezek a kis töredék, perem népek, ahol a legnagyobb, legközelebbi nyelvrokonságunk mansi hantig, ha 30 ezeret jelen pillanatban eléri, akkor már világvárosokat hoznak létre. Hogy tud abból kiszakítani, kiszakadni, úgymond, egy ilyen töredék népek? És egymás között sincs nyelvi rokonság. Na most ezeket a hivatalos nyelvészeti kutatás összegerebjézte, egy családba jó lesz ez a magyaroknak. Nagyon jól fogják magukat érezni. Ezzel együtt teljesen mindegy ez a kérdéskör, csak jelezném, hogy nagyon egyszerűen lehet dolgokat, hogy úgy mondjam, nagyon tekintélyes tudományos szintre fölemelni. Tehát akkor László Gyula külön vélemény ősvallásunkról. Még a magyar ősvallás kutatója a múlt században, de ne felejtsük el, ezt az 1900-as évek második felében írja, tehát a múlt század neki a 19. század. Még a magyar ősvallás kutatója a múlt században még nagyon helyesen. A teremtőtől kezdve figyelték a vallásos jelenségeket, a 20. század kutatói kiszűrték a kereszténységben meglévő, elképzelt ősvallásunkból. Nota bene, László Gyula is ismerte ezeket az Árpád vezér korabeli régészeti emlékeket. Miért? Csak mivel nagyon elterjedt, hogy ezek nem meghatározó, hanem hát ilyen érdekes szorványok, nem kell komolyan gondolni, na de vallási szinten csak ez létezik. Erekje tartó melkeresztek. És mi a lényeg? Erekje tartó. Keletről jönnek. Tehát nem csak keresztek jelennek meg, hanem a belsejük üreges, és abban valamilyen szentnek az erekjéje volt. Hivatalos mű beazonosítása, honfoglalás kori erekje tartó keresztek. Most elképesztő. A világ minden táján azt mondanák, hogy ez a nép, ha nem is keresztény elnézést, nehogy mondjunk ilyet, de nagyon mélyen megérintette a kereszténység. Hát ez lenne a becsületes. De már ez is csúsztatás lenne. Elnézést, ha valaki kereszttel temetkezik, értéktelen fémből készül, tehát nem lehet vásáron Kijevbe vagy Párizsba beszerezni, hogy vigyem haza a feleségemnek és villogjak, mert ezt az értéktelen fémet, hát legfeljebb, mint egy rézmozsár mozzanat keretében elkészíti
velem való ajándékként valaki másnak. Tehát ezt nem lehetett ajándékozni ilyen szinten. Nem is volt érdemes rabolni, vásárba se venni, mert ez a szöveg. Rabolta, vásárba vette, ajándékba vette. És aki ilyet mond, őstörténészként ott volt az eseménynél is látta. Na de a szomszéd egy vásárba járta, és nincs két egyforma melkereszt. Ez mit jelent? Ez a nép már réges-régóta ismeri. Miért? Mert ha sok az egyforma, akkor ez egy sorozatgyártás keretében el lett terjesztve. Mint ahogy ismerünk is pápaság római kereszténység történetéből esetet, hogy északi germán népek térítésénél megnevezik azt a római ötvös műhelyt, itt van egy kereszt minta, ebből ezret készítsenek el. És akkor lesz ezer egyforma kereszt. Nincs két egyforma. Most ezzel nem fogok foglalkozni, csak jelezni szeretném, hogy mennyire árnyaltak a képek lehetnének a tények alapján. És ha a tények nem mennek úgy át a köztudatba, mint azok a gondolatok, amiknek semmi tényalapjuk nincsen, akkor el kell kezdeni gondolkozni, hogy ki az, aki az információ szakosztály vezetője, aki a mindennapi információs fejadagot naponta kiosztja a nemzedékről nemzedékre. És mi a lényeg? Hiába van ott, te azt arról nem gondolhatod. Hiába vannak ott a sziklavárosok Machu Picchutól kezdve, ott élnek a családtagjaik évszázadokon keresztül, nekünk nincs műveltség. Miért? Mert a szomszéd azt mondja. Tehát ezek döbbenetes, tehát hangsúlyozom, nem hiszük el, hogy ezek hogy tudnak hosszú távon hatni. Tehát 20. század kutatói kiszűrték, ez már megvolt, csak azt kutatták, ami rajta kívül rekedt. Rohen Géza, átjövünk a 20. század első felébe, Rohen Géza már megmaradt a rontás varázslat körében. Mitikus lényekben és a nagy ünnepekben is csak azt kereste, ami bennük nem keresztény. Mintha eleve feltette volna, hogy régi hitünkben semmi olyan nem lehetett, ami a kereszténységben is megvan. Ha a tételt így sarkítjuk, rögtön kitűnik, elfogadhatatlan voltana. Mi a lényeg? Mert érzem, hogy nem érzékeljük. Tehát ami megmaradt az ősvallásból, és szemlélet útján rekonstruálható, az olyan magasrendű vallási képzeteket mozgósít, mint amit mi a keresztény vallásból, persze, hogy ismerünk, tudunk, meg el is várunk. Na most itt lehet érzékelni, nektek magasrendű vallási képzet, hiedelem világotok lehet. Tehát már nem is hitű világ, gondolom ismerünk ezt a kifejezést. Hiedelemrendszer. Olvasunk tovább. László Gyula, Magyarok és Szlávok, Móra Ferenc Múzeum évkönyv 1971. Magyar nyelv, nyelvtudományunk hivatalos álláspontja szerint legősibb honfoglalás előtti műszavaival, akár az egész Bibliát le lehetett volna fordítani, annyira sokrétűek a hitképzet körében. Na most ezeknek a súlyuk. Ha tudom, hogy ma van nem egy olyan nyelv, hogy nem lehet bizonyos szövegeket lefordítani, mert abban a nyelvben nincs meg az a fogalomvilág, nincs meg az a világlátás, az a képzetkör, az a tájékozódás. Hát mi hozzászoktunk ahhoz, hogy még hexameteres, hát ami kifejezetten latin nyelvre van időnként szabva, és görögre is visszamegy. Hány magyar költő, író mutatta be, hogy elnézést, magyar nyelven lehet. És nehogy azt higgyük, hogy hemzsegnek az európai nyelvek, ahol ezt meg lehet csinálni, ezeket a bravúrokat. Na de most jön a fekete leves, lassan közelítünk a szünet felé. És mi lesz a fekete leves? Nem lesz szünet. Na, Ipoly Arnold egyébként lesz. Mert ez a bevezető, ez nagyon elment jó bevezető utakra. Ipoly Arnold. Na most Ipoly Arnold 1854-ben jelenik meg a magyar mitológia, mindig szükséges elmondani, hogy a római, katolikus, keresztény pap volt, ráadásul pályafutása végén püspök lett. Váradi püspök.
És még egy apróság, német származású. Tehát elfogultsággal gondolom érzékeljük, semmilyen irányból nem lehet megvádolni. Kérdés, hány keresztény hazafi tudja ezt, amit ő latin nyelv, görög nyelv, héber nyelv, német nyelv, és nyilván magyar nyelv birtokában határozottan állít. Ezen főpapi nevet, mint érsek, ösvörös, figyelmeztetnek bennünket ismét azon főpapságra, vagyis ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy az érsek papi nevezet, ez nem a görög nyelv hasonló főpapi szintjét megnevező fogalomban származik, hanem a magyar ősvallás papi nevezetek közé tartozik. Most képzeljük el, érsek. Miről van itt szó? Az, hogy ez nem görögből, latinból, még akkor is, ha egy kicsit esetleg a göröggel, ugye, ejtésben a mással hangzó szimpatizálnak egymással, érsek. Ennek egyébként hangalaki megfelelője magyarul maga az ország. Tehát az érsek egy ország szellemi életének egyházi vezetője. És ösvörös, tehát esperes is. Figyelmeztetnek bennünket ismét azon főpapságra, minőt a kádári, különösen rabonbáni, gyulai, orkázi papfőnökség szerkezet elénk beállítanak, melyeknél fogva mi kétség sem maradhat fent, hogy ősvallásunk nem csak nevezetes papi renddel, kitűnő papi főhivatalokkal is bírt. Miről van itt szó? Tehát nem arról van szó, hogy hívjam a sámánt, ha megbetegedtél, hanem van egy hierarchikusan tagolt társadalom, ami nem csak világi dolgokban tagolt hierarchikusan, hanem a vallási területen is. Tehát van a magyar ősvallásnak 19. században római, katolikus, mitológia, kutató pap, és leírja, hogy ezek pogány papi nevek. Na erre varjunk érdemjelet. És képzeljük el, hogy hát nem akarom ezt dramatizálni, de remélem tudjuk, hogy ez mit jelent. Ez azt jelenti, hogy ha már Fejér Mátyás Jenő nevét említettem, hogy ő az egyik perből kivonatolja, Pontifex Maximum Magorum, hogy a mágusoknak a főpapja. Na most ki volt a mágusoknak a főpapja? 13. században járunk. Az egyik perirat leírásában. Az esztergomi érsek mintájára Hermelin Béléses palástban járt. Pontifex Maximus Magorum. Na most vataféle pogány lázadás 1358-ban íródik a képes krónika. 1040-es évek közepén vagyunk. Nem koppányféle pogány lázadás, mert ilyenről krónikáink nem tudnak. Erről csak a mai közül vélemény. Van pogány lázadás. Horribile dictum, mikor? Szent István után. Nem előtte, nem alatta, hanem utána. Gondolom hallottunk róla. Vataféle pogány lázadás. Vatafia Jánusz, vagy János, és itt szerepel az a bizonyos Rasdi nevezetű főpapnő, akiről még Dümmer Dezső történész is, aki megint csak a történészeink azon világába tartoztak, akik vallásos elkötelezettséggel, római katolikus meggyőződésű és vallásgyakorló emberről. Ő írta az Árpádházi Királyok nyomában című ilyen vastag könyvet, jól is írt. Egyszer csak nem tudni, hogy miért, mert már Ipolyi Arnold, aki hangsúlyozom, nem amikor írja a magyar mitológiát, hanem pár évtizeddel később az egy Váradi püspök. Tehát nem akárkik szólalnak meg. Deábusz a jelzője ennek a rasdinak. Képes krónika fordításokban boszorkány, sarlatán, most hirtelen nem jutna, ismerjük ezeket a nagyon pejoratív és
És hát már elnézést, gusztus kell ilyen dolgokat kitalálni. Mi, aki fordítja a krónikát latin nyelvből, tud latinul. Itt elfelejt latinul. Itt elfelejtenek. Istennőt jelent. Most az ember így tűnődik. Hol vagyunk? És a Vata fia János, sok, megint nézem a szöveget, varázsló, bűbájos, meg hasonló. Multos magos. Sok mágus nyit maga köré. Na most az elnézést, gondolom, érzékelünk valamit. Túl precízek ezek az adatok. Mert a mágus most megint csak vataféle pogány lázadás idején, megint csak, hát tulajdonképpen ősvallási papi rendszer keretében eltűnik föl. Na de nem ezt akarom én hangsúlyozva hagyni, hanem olvasom tovább. Tehát, hogy ősvallásunk nem csak nevezetes papi renddel kitűnő papi főhivatalokkal is bírt. És akkor figyeljük meg ezeket a papi nevezeteket. Érsek, Esperes, Torda, Kádár, Gyula, Rabonban, Tárkány, Horka, Buda, ezek mind méltóság és papi hivatás nevek. Legalább egyet közülük fel kell ismerni. Buda. Nagyon buta az, aki nem tudja, hogy a Buda, az melyik vallás keretében a Buda. És mi arra gondolunk, hogy buddhisták nálunk, ne szórakozzunk ilyen képtelenséggel. Menjünk el Ázsiába, Attila király kortárs kor. Hát jártunk Belső Mongóliába, Külső Mongóliába. Tehát adva van a legismertebb, ez ma Kínához tartozik, Turfán-medence, Tarim-medence. Része Dunhuang. Ez az 1000 Buddha temploma. Ez 5.-6. század. Datong Pekingtől nem messze, szinte kortársa, és megjelenik Buddha. Egyébként az állandó jelzője az, hogy Sákya Muni. A Muni az bölcset jelent. Sákya Szkíta. Ki ez a Buddha, elnézést? Szkíta bölcs, szkíták bölcse. Szkíta névből származik. Egyébként Magyarországon van olyan buddhista közösség, amelyik ezt teljes mellszélességgel vallja, és a keleti buddhizmus jeles képviselői nemhogy tiltanák neki, hanem javasolják. Igen, mert mi tudjuk, hogy szkíta. Hát a Tari buddhista központra gondoljuk Csöppellámával az élet. Hát lehet így is megközelíteni dolgokat. És Galeotto írja le Mátyás király idején, nem kisebb személy, mint Galeotto, nem kisebb személynek, mint Mátyás király fiának, Korvin Jánosnak. Ír egy kis könyvecskét, hogy apádat, hogy kövesd, apád legyen példaképed. Abban a korban ezek az inspiráló munkák általában ismertek voltak. És rátér arra, hogy Buda. Buda a magyar királyi főváros honnan kapta a nevét. Itt ez már egyébként elhangzott, csak most kénytelen vagyok így megemlíteni. Következőket mondja, én mire várnék? Hát amit én is tudok. Attila testvére Buda, Attila megbízta Budát, hogy Szikambriát építse újjá, és majd az ő nevéről, mármint Attila nevéről Attila várnak kell nevezni, de a magyarok ezzel nem törődtek, és azóta is Buda várának hívják. Egy kérdés soha nem teszünk fel. Buda honnan kapta a nevét? És Buda nevét nem Buddhának mondják keleten, hanem Buda. És még a megvilágosodott, a Buddha nevét is úgy mondják, hogy Buda. Mert ez azt jelenti egy dév, tehát kevésbé erős déjejtéssel, hogy felébredő. Amikor Buddha, így ejtjük, tehát erős dével és egy minim, alig lehet észrevenni azt a hát, azt nem is szabad ejteni, az azt jelenti, hogy felébredett. Tehát aki a vallást alapított, ő felébredett. De mindenki, aki úton van, az a felébredés útján van. És az ősvallási kérdésekben, ez amennyire meredeknek tűnik, annyira nem lehet figyelmen kívül hagyni. Mert mit mond Galeotto? Buda egy indiai királyfiról kapta a nevét, aki Jézus születése előtti 5.-6. században élt, és a brahmanákat térítette meg. Magyarul mi van?
elnézést, Galeotto orvos professzor volt, doktor, csillagász volt, kornak legismertebb csillagásza, nagy humanista tudós volt, ja és nem magyar volt. És mit ír? És még hozzáteszi, mert Magyarországon a nevek az emberiség múltjának legfontosabb emlékeit mind a mai napig őrzik és számon tartják. Tehát akkor kik déli bábosok? Ha azt mondjuk, hogy buta a butaságról van, mert azt elismerné készségesen a hivatalos. Mindennek megvan a oda-vissza, tehát a fonákja is. Nem vagy Buda, buta maradsz. Ennyi. Na de nem akarom én ezt tovább ragozni, hanem gondolom észrevettük, Gyula, tényleg főpapi név. És mit csinál ez a Gyula? Gyűjt, és mi az, ami felgyullad éjszakánként? A mágia. A mágia. Tehát lehet érni, Úristen, hát itt nyelvi úton mi ezer felé pillanatok alatt el tudunk indulni. És hát a rabolbán. 19. században még egy ilyen székely főpap bíró neve, rabolbán, az annyira ismert volt, ma egyszer nem hallom a nevét. Miért? Mert nem élik be a sámánizmus. Meg egyáltalán kik a székelyek, vajon magyarok? Hát már lassan az ő szájukból is kiéneklik a származásuk hiteles történetét. Képes krónika leírja. Azok a magyarok, akik Csaba királyfival nem mentek ki a Kárpát-medencéből és itt maradtak, megvárni a visszatérőket, Erdély hegyei között székelyeknek kezdték el magukat hívni. Kik? Azok a magyarok. Tehát tudjuk meg gyorsan, hogy kik ők. És ma már olyan ékeket vernek mindenhova, hogy azt el nem tudjuk képzelni. De ezt nem akarom tovább ragozni. Hanem nézzük meg a néphagyománynak a papi rendjét. Táltos, tudós, tudományos, javas, javos, látó, néző, garabonciás, léleklátó, varázsló, vajákos, vaják, vaj. Vajk névben. Szegény Szent István. Nem elég, hogy kiirtottam őket még ezzel a problémával. Bűbájos, bölcs, és majd látunk egy nagyon érdekes dolgot. Babonahit. Így ajánlom, babonahit. Én azt hittem, hogy a babona azt jelenti, hogy babonás vagyok. Na de a kályhára gondoljunk. Hát babonába már az első PBVF. Hát kinek a neve jelenik meg? Babba. Babba. Miért lenne babonás? Babonahit tüzeiről beszélnek a 18. században. De majd eljutok oda. Reményeim szerint szünet előtt. Na jön Szűcs Sándor, 1936, tehát említettem, hogy a könyve megjelent, pontosan idézem, hogy mikor, 1992-ben, de már 36-ban megjelent ez a könyv. Régi Sárlét világa, nyugodtan mondhatjuk azt, hogy hit világa. Következőket írja. Tehát ő 1936-ban minek tulajdonítja, és mondom, felfigyeltünk, én az 50-es, 60-as, 70-es éveket említettem még. Na most ahhoz képest a 30-as évekre már nagy változás volt. Miért? Mert ami azt jelentette, hogy mindenhova jutott belőle, az egyre kevesebb helyen fog megszületni. És ennek megvan egy nagyon érdekes jelensége. Mert a táltos, de minden ilyen rendkívüli képességű ember, aki egy közösségnek az ügyeit intézi az élet minden szintjén, nyilván a természettel legteljesebb összhangban kell élnie. Tehát mindent, ami a természetben van és él, arról neki hivatás szintjén tudnia kell, és ha elhajzások beindulnak, akkor a visszautat meg kell találni. Tehát végeredményben rövid tömörséggel, amit az életről lehet tudni, azt tudni fogja. Na de ha az élő környezetet elpusztítják, és egy lombikszerű világ jön létre, amiben az élet
nem jelenik meg, hanem kiszorul a mindennapi életből, az nyilvánvaló módon a tudásnak egy idő után úgy át kell egy kicsit programozódnia. Nagyon durva lesz a példa, de talán meg lehet érteni. 1960-as, 70-es években, ha valaki az erdők legmélyébe zarándokolt el, még akkor is nagyon ritkán találkozott szarvassal, őzzel, vaddisznóval. Ott vannak az autópálya szélén. Tehát kellett néhány évtized, ameddig az a nagy visszahúzódás az ember ütötte zajtól, úgy szépen az állat, és nyugodtan mondhatom növényben, úgy szépen átment. És amit én nem tudok és nem fogok megérteni, hogy nagyforgalmi országutak mellett a gólyák miért raknak fészket. Abba a zajba és abba a bűzbe. Mintha provokálnák az autóvezetőket. Na ez az igazi életkódra. Hogy az élet mindenhol meg tud maradni, de azért igyekezzünk már nem mindenhonnan kiszorítani. De azért gondoljuk végig ezeket a dolgokat. Ez is még egy 50 évvel ezelőtt, hogy nagyforgalmú utak mellett gólyafészkek elképzelhetetlen lett volna. Lehet, hogy rosszul tudom, de én így tudom. Tehát érezni, hogy bizony egy idő után a természet kezdi vissza valamilyen úton, módon, csak kérdés, hogy ahogy szorítják ki, ő mennyit tud visszahódítani abból, amit elvettek tőle. És mivel itt minden életen alapul, növényvilág, állatvilág, a fény napi, heti, havi, éves ritmusára ráépülve, nyilván egy tátosnak ebben a keretrendszerben kell tátossá lennie. És ezért írja Szűcs Sándor, amit most fel fogok olvasni, mert ez az első sok hatás volt. Amióta elpusztult a rét, a helyét felszántották, és mindenképpen megváltozott a világ, azóta nem járnak tátosok. És még egy apróság, gondolom tudjuk, énekes koldusok se nagyon járnak. Kéregetők járnak, tudjuk, kik voltak az énekes koldusok? Az egy fogalom volt. Azok nem koldultak a szó mai értelmében, hanem a közösség, a tudásukért, és mit csinálnak az énekes koldusok? Járják a falvakat és a településeket és az országokat. Na de ha nincsenek falvak, szeres települések, hanem millió emberek vannak városokba bezsúfolva, most elnézést, át kell alakítani a hivatásnak a közlekedési útjait. De amikor ezek az utak felszámolódnak, hát nyilván, ha felszámolnak utakat, azokon nem fognak haladni szent életű emberek. Erdély és Zsuzsanna, amikor a arhaikus népimádságokról szóló nagy monumentális gyűjteményét, kötetét megjelentíti, majdnem minden ima közlő, mondó, rossz megfogalmazással élve adatközlő, akiktől ő gyűjti az imádságot, amikor megkérdezi Erdély és Zsuzsanna 60-as évek, ezt honnan tudja? Hol hallott ezt az imádságot? Na most azok az öreg emberek mit mondanak? A nagyapámtól, a nagyanyámtól, az énekes koldustól. Tehát ez azt jelenti, hogy a fizikai élet szintjén elnézést, koldulórendek mit csináltak? Buddhisták mit csináltak ezen az úton? Már maga Buddha idején. Minden nap alamizsná szilke a kezében, és nem. Tehát, ha a közösség azt a tudást megbecsüli, akkor ezeket az embereket saját, mert pontosan lehet tudni, hogy a közösségnek erre a tudásra miért van szükség, miért? Mert az életet így lehet biztosítani. Hogy lesz emberhez méltó élet, mire a következő nemzetékekben. Viszont akkor áldozni kell. És például egy nagyon érdekes dolog, ha egy maharádzsa Indiában elérte egy bizonyos életkort, akkor egy ágyékkötővel és egy szilkével mi lett belőle? A királyok királyából? Énekes koldus. És vagy remeteként bevonult a dzsungelbe, vagy élet, de nem tudom, hogy fölfogjuk-e.
Tehát nem a szegény ember, hanem maga a király, aki megöregedett. És mit mond? Anya szült mesztelenül születtem, semmim nem volt, így is akarok elmenni. Mondjuk Indiában egy ágyékötővel meg lehet úszni a dolgot, na de más nincs a kezében, csak a szilke. Tehát, hogy mit jelentett itt ezerféle úton a szellemi élet a Kárpát-medencében? És szó szerint mindig a társadalmat tesztelték. Érettek vagy éretlenek? Ha éretlenek, akkor kivárjuk tanítások serkentő útján, amíg beérnek ők is. Tehát nemigen vannak már, mert a bába kiszedi a fogukat pólyáskorukban. Ez is egy kínos dolog. Nem Szent István király 1000 évvel ezelőtt, hanem a bába tegnap előtt. Gondolom hallottunk el. És a nagy kérdés, ki küldte ezt a bábát? Miért viselkedik így? Mert ha valaki táltosnak születik, akkor hát nyilván megmutatkozik, tehát nem hiányokkal születik, hanem többletekkel. Ez leginkább a fogban, több ujjban, több csontban szokott megmutatkozni. Viszont ha valaki több csonttal születik, nem biztos, hogy táltos. De ha táltosnak születik, biztos, hogy több csontja van. Csak azoknak mondom, hogy ebben az országban minden második ember több csonttal születik, de ez jó, miért? Ennyi gyógyító, ami ebben az országban van. Ennyi beteg mellé kell ennyi minimummal. Kell is, de gondolom azért, ne becsüljük ezt le. És még valami, mint történészek, még László Gyula is egy kicsit ironikusan fogalmaz, ebben az országban mindenki őstörténész is. Hát pont ez a lényeg. Hát nem silány életre akarunk berendezkedni. Tehát alapképessége a nemzetnek a táltos képesség. Ezt meg kell becsülni. És ha én azt mondom valakiről, hogy megtáltosodott, akkor önmagához képest nem rosszabb lett, hanem önmagát előmúlta. Tehát olvasom akkor tovább. És Papp Gábor szokta hangsúlyozni, hogy Mária Terézia idejében születik az első, hivatalos, legfentről származó táltos talanító intézkedés. Mi el nem tudjuk kézzel, hogy Mária Terézia idejében, Terézia hangalaként, most a Teréziák ne figyeljenek oda, de hát nyilván Mária az ország királynője. Hát Szűz Mária Magyarország királynője. Tehát ha valaki királynőként Szűz Mária nevét, Mária nevét viseli, de ott van hangalaki úton, hogy törése. Törés. És a fia, második József kalapos király, aki meg se koronáztatta magát, Szűz Mária szobrait összetörette, festményeit mágiára rakva elégette. Hány hívő atyafi tudja ezt? Tehát, hogy mi történik itt? És mi van, miért nevezték most a Petőfi laktanyát, tehát Mária Teréz laktanyára? Tehát az hát mit vetít ránk veszítve? Igen. Kit akar a betörni? Mert Hunyadi János nem volt egyébként. Ki törnek be? Miket? Ez amit Szabó Ervin könyvtár. Mondja meg nekem valaki, ki az, hogy Szabó Ervin. Miért nem Vitéz János könyvtár? Esztergomi érsek, Váradi püspök. Hát annyi mindent lehetne gyakorlatilag. Tehát ez persze. Na olvasom szépen, nem is olvasom tovább. Tehát akkor jelennek meg az, hogy kórházak, iskolarendszer, ami akkor még nem olyan romboló hatású és merevítő hatású, de megjelennek. És ott már szabály, ha valaki foggal vagy több ujjal születik, el kell távolítani. Több ujj. És állítólag ez a törvény Mária Terézia óta egészségünkben azóta is érvényben van. Tehát a bába. Na most bábának felmentés. Születik egy gyerek, és felmerül a gyanú, Úristen, ez táltos. A bába miért szedi ki a babának a rendkívüli képesség? És egyébként még egy apróság. Hát azért próbáljuk meg úgy modellezni, hogy hogy szedte ki azt a fogat. Csak úgy elképzelni. Mert ha én, mert hát az a gyerek belehal, vagy bármi. Hát gondoljuk végig.
Tehát ilyen nincsen. Tehát itt ezer ilyen furcsa jelenség van, amit nem gondolunk végig. Ilyen például a koponyáknak, honvisszafoglaláskor is írokból, milyen koponyák? Trepanált. Trepanált. Ez azt jelenti, hogy megnyitják a csontot. Na most, ha valami tényleg ősvallási szertartásrendbe tartozik, most Perut említem, vagy Jordániát, vagy Belső Ázsiát, tulajdonképpen tel is tele vagyunk azokkal, Egyiptom, ókori Egyiptom, ami nagyon negatív irányba egyébként, Mehnaton fáraó idején, ez a koponya alakítás. Hát bizony, itt lehet alakítani a formát úgy, hogy a tartalom, ami benne van, nyilván a formát fogja követni. Hát itt az észszerű gondolkodás világa jelenik meg az agyműködés vonatkozásában, hátul pedig az ösztönös. Mondani szokták, nem egy alkalom, magas a homloka. Egész biztos, hogy nagyon okos, idézőjelben, racionális észjárás, tehát nem véletlenül alakítják, lehet még formálni. Benőtt már a feje lágya, nem nőtt be a feje lágya adott esetben. Agya furt valaki. Hát az pont nem azt jelenti, hogy buta. Agya furtnak lenni. És bizony tel is tele vannak ilyen emlékekkel, megint csak Árpád korának emlékei. Ezt is jegyezzük meg, mert számtalan irányba el lehetne indulni, és ha van egy koppány nevünk, hogyha valaki nem figyel fel arra, hogy ez a koponya szavunknak miért, mert ha a kupa névváltozatot használom, akkor is, amikor gyerekkorunkban a tanár kupán vágott bennünket, akkor nem a Suki Benedek kelyhét hozta be, hogy ezt megtegye, hanem a kupa és a koponya ugyanazt jelenti. És ha valaki nagy koponya adott esetben. Hát ezer kérdés merül lehetne fel, de nem. Nem azon az úton indulnak el. Koppány neve, méltóság név, avarkori Kagán, Kafkánnak a névváltozata. Ezt is mindenki tudja. Na, megyek szépen tovább. Miért okoz gondot a bába, vagy miért nem okoz gondot? Van egy nagyon szigorú hagyomány. A táltos gyereket a szülői ház nem fogja. Na most ez mit jelent? Hagyomány szerint 7 éves korában csak úgy elröppen. Például vannak ilyen tényleg ilyen regénybe illő és szívszorongató leírások, amikor elmondják Diószegi Vilmosnak, Szűcs Sándornak, tehát ez gyűjteményekben. Igen, ott is volt egy táltos gyerek, bement a konyhába az édesanyjának, lány volt, felhősödött az idő, csak annyit mondott, nekem mennem kell. És mit látott az édesanyja? Neki röppent és eltűnt. Tehát táltos gyereket a szülőház nem fogja meg. Miért? Táltosnak milyen területre vonatkozik a küldetése? Minimum Kárpát-medence nagyságrend. Tehát a táltosok mindig úton vannak, vagy egy területnek attól függ, mert itt sincs általános szabály, de az, hogy 7 évre igen gyakran, vagy 7 évenként több évre ne tűnjön el, ilyen hagyomány nincs. Eltűnnek. És máshol tűnnek fel. Na most melyik az a szülő, aki azt mondja magával, hát itt van a mi kis fiunk vagy kislányunk, hát 7 éves kori nyugtunk van. Mit fog mondani a bábának, amikor kér, kiszedje vagy ne szedje? És itt jön be a családi önzés is, a szülői féltés és szeret. Mert ebben egy kis önzés is minden szentnek maga felé hajlik a keze. Tehát mindent meg lehet magyarázni, csak gondolom érzékeljük. Most nagyon durva lesz megint, amit mondok. Első megközelítésben ehhez a Szent Istváni problémakörhöz, ennek az ügynek olyan módon köze nincs, ahol pont a népnemzeti oldalon naponta skandálják és tördetik. Miért? Mert a táltos az nem iskoláztatás kérdés, nem mester-tanítvány kapcsolat, hanem vagy adatik, vagy nem adatik. És ahhoz, hogy egy nemzet tudat megmaradjon, említik azt, hogy nemzet halál, amit Széchenyi István és Vörös Marti Mihály is valamilyen szinten vizionált, de nem attól féltek, hogy kihal a magyar. 10-15 milliós nép nem tud kihalni.
a nemzet tudat hal meg. Világos? Egy néphez tartozom. És ennek a nemzet tudatnak a fenntartója, az mindig a tártos. Tehát innentől kezdve etnikum-specifikus az ügy, és Diószegi Vilmos dicsérve, ő a kámról, a bőről, de nemzetközi tudományos nyelven sámánnak nevezett. Képzeljük el, amikor a 60-50-es években leírja a sámán, és ott a Szovjetunió területén. Etnikum-specifikus jelenség, mert ő a nemzet tudat fenntartója. Nem az internacionalista eszmerendszeré, hanem, most képzeljük el ilyet leírni akkor. Hangsúlyozom, el nem tudjuk képzelni, hogy ez mit jelentett. Na de olvasom tovább. Aki tátossá lesz, ja igen, újjukat leoperálják, ismerünk-e olyan magyar költőt, aki élet végén síratta az elkötött, elsorvasztott tátos Adi Endre. Tehát ez annyira, hogy mondjam, él velünk tovább, és hogy ez mit jelent? Rendkívüli képességei megmaradtak, de elképesztő tévutakra téven. Szóval valami hihetetlen, amit Adi Endre bejárt. Miért? Mert nem a tártos fokozaton tudott tovább menni, hanem egy kényszerpályán. És tényleg így mondják kortársak is, hogy nem volt olyan, nem is tudom melyik holló nevezetű, három holló, vagy nem tudom milyen helyre jártak ott a operaház környékén, hogy hát Adi Endre igen gyakran úgy asztal alá tornázta magát, és akkor valaki eszmei szinten akarta meghatározni, hogy miért ilyen, hát az ujját a bába elkötötte. Tehát ez nem olyan egyszerű ügy. Na, megyek tovább. Aki tártossá lesz, eltitkolja, nem úgy, mint az előtt, így mondják magyarul, nemhogy nem titkolták, hanem gyors kitérés. Székely keresztúr fölött van a Jézus kilátó nevezetű hegy, ott volt valamikor egy Szent Korona szertartás. És ott volt Dacó Árpád, Lukács Anna, Csicsomjon plébános is volt. Nem tudom, hogy ki ismeri a nevét. A csíksomjói babba Máriáról ő több tanulmánykötetet írt. Na most tényleg szív rendítő volt az, ami ott fent a hegytetőn elhangzott. Pedig beszélgettünk, így a füvön leheveredtünk, a nap lemenőbe volt, és így belenézett a lemenő napba, és csak így visszakérdezett, szintén magától, magának mondta, tártos. Van ezeknek fogalmuk arról, hogy mi a tártos? Ferences rendi szerzetes, világos? És bizony rólunk van szó. Van fogalmunk arról? Hát ha nincs, akkor ne szövegeljük. Mert ugyanannyi tártunk. Mert azok a külsőségek, amiket tulajdonítunk a tártosnak, soha tártosra nem voltak jellemzők. Ez egy folklór. 20-21. Számon folk és klór. Egy pár más. Na most ugrunk az időbe. 1741 Tapodi György tátos Miskolc. Ők ebben a vármegyében 700-an vannak tátosok. 1741. Mi van Szent István? Hogy van ez? 700-an vannak ebben a vármegyében. Haranggöntő András, Békés megyei tártos, 1721. Ezek feliratokból maradtak rá. És meglepő a dolog, hogy nálunk az ilyen típusú feliratoknak a megsokszorozódása Rákóczi szabadságharc után következik be. Miért? Mert ahogy a szabadságharc nem is elbukott egyébként, mert külön története van, de ezt most nem részletezem, tehát befejeződött, lezárult, ígéreteket megint elfelejtik megtartani, és elindul egy felszámolás. De még várnak. És 1713 után
20-as években, 30-as évek, 40-es évek legtöbb táltos fel akkor volt. És ezeknek a szövegeit ismerjük. Na így szó, Haragöltő András, Békés megyei táltos, 1720. Táltos, aki erdő sűrűiben sötét éjjel maga köré gyűjti társait, és felgyújtatta velünk a babonahit tüzeit. Na nagyon sokáig hangsúlyozom, úgy volt babonahit, úgy átsiklottam. És szemre elkezdtünk lőni. Hát ez egy perirat. És azért a hit, akármilyen hitről nem lehet beszélni. És ez nem gúnyolódásnak a kora, hanem ha én babonás vagyok, mutasson nekem valaki olyan embert, aki nem babonás. Jön a labdarúgó válogatott kapusa, minden. És mit csinál? Oda megy a kapufához. A kiskutya is csinálja neked. Vagy történetesen megkocogtatja el. Hány olyan újságíró van, aki megkérdezi a sport, magának milyen babonája van. Ez azt jelenti, hogy van bennünk egy belső vezérlés, vezéreltség, ami a racionalitás által meghatározott világ kereteit ösztönösen megpróbálja kitárítani vagy szétrúgni. Hogy valami más összefüggések és hatások is kell, hogy létezzenek az életben. Nem létezik, hogy ennyi. És meglepő tényleg, akár ateista valaki, akár nem, kiderül, hogy azt se tudjuk, mi az, hogy babona. Hanem úgy le van járatva már a fogalom, hogy nem is gondolom bele esetleg, hogy hát ha van valami mélyebb értelme. Pogány módra énekelt, imádkozott, hoppá, a Szent István kiírtotta. Akkor 1720-ban úgy lehet pogány módra énekelni. Gondolom tudjuk ezt is, Madinyi Jós Ferenc is leírta, csak hogy tájékozódás kedvéért, Papp Gábor külön mindig hangsúlyozza. Akkor Szent Simonár Albert magyar laki latin magyar szótárában ott van pagus, vagyis a pogány. Mit jelent ez a szó? Nem az, hogy nem keresztény. Magyar nyelven az, hogy nem keresztény, nem fogjuk elhinni, hogy hangzik. Nem keresztény. Pogány. Az egy külön jelentés. De hogy vált olyan jelentésűvé, hogy keresztény és pogány, ezt most nem részletezünk, Pálosból a falun élőkből származik. Tehát végeredményben, ha a jelentését bővítjük, akkor ez olyan, mint amikor régen ültek az ablakban az öregek, és nézték, hogy az utcán kik mennek, és majd mennek a népek. Kik mennek? Hát ott a Karcsi bácsi, ott a Jolán néni, hogy mennek a népek, jönnek a népek. Tehát tulajdonképpen a pogány is nagyon általános szinte, mindössze ennyit jelent. Tehát egyrészt falun élő, másrészt néphez tartozó. Most nagyon eszmélyen tömörítve. Tehát pogány módra énekelt, imádkozott velük. Arhaikus népi imádságok. Nem egyszer előfordul, hogy mondja az adatközlő 1960-as években Erdély Zsuzsának, mert megkérdez, hogy ezt imádkozzák a templomban? Nem, mert a pap nem engedi. És elégedi. És az arhaikus népi imádságok olyan arhaikus imák, amiknek nincs meg a párjuk, csak ezen a nyelvterületen. Magyarul, hát nem lehet tanulni mondjuk hittanórán vagy teológiai kurzuson. Ez tényleg, ha valaki a magyar néplélektannal foglalkozik, hogy imádkozik mondjuk a nép, arhaikus népi imádságok elsőrangú feladat. Egyszer mindegyikben egy világkép fogalmazódik meg. Mondom a legismertebbet, mert fejből eleve nagyon sok úgy kezdődik, hogy én lefekszem én ágyamban, mint testi-lelki koporsomban. Na most álmot minek tekint? Az, hogy meghalunk, az egy kis halál. Én lefekszem én ágyamban, testi-lelki koporsomban, ez már egy felkészülés. Másik. Én kimegyek én ajtóm elejébe, feltekinték magos mennyékbe. Ott látok egy fényes csillagot. Kívül fényes, belül irgalmas. Ki ez imádkozik? És aztán folytatja az imádságot. Akkor ez a sokat emlegetett
világkeletkezési imádság. Ég szülte földet, föld szülte fát, fa szülte ágát, ága szülte mimbaját, mimbaja szülte virágát, világát, világosságát, szülte Szent Annát, az szülte Szűz Máriát, Szűz Mária szülte Szent Fiát, Úr Jézus Krisztust, a világ megváltóját. Hát nincs az a teológiai emanációs tanítási rend, amelyik Jézus Krisztus születését így venni alapul. Most gondoljuk végig ezeket. Ez azt jelenti, hogy van egy önálló magyar kereszténység, aminek nagyon sok vonulata a néphagyományban még megmaradt. Na most, pogány modra énekelt, igen, ez megvolt. Pogány tüzet gyújtva, esküdött, mely áldozati ékességgel fölcifrálkodva vitt végbe. Aztán ezt már olvastuk, és akkor lassan a szünet előtt még egyet bírjunk. Már én is érzem, hogy a levegőt, de azért tanácsolom, mert akkor a következő fél időben már nem kell ezekkel a történelmi vagy vallástörténeti kérdésekkel foglalkozni. Tátos, mint szó, mint fogalom. Már 15. században megjelenik írásos emlékeink között. Ez nem kis teljesítmény. Mert gondolom tudjuk, itt volt magyar nyelvű írásbeliség is. Például leírja Gyöngyösi Gergely, a Pálos rendnek volt a vezetője, hogy 1520-as években még Mohács előtt leírja a Pálos rend történetét egészen az ő koráig. Mondván Bátori László, ő Hunyadi Jánosnak volt a portása. Bátori László az egész Bibliát megírta magyarul. Na most tudjuk, vannak hallani értesülések, hogy ez Mátyás király Korvinái közé került. Irodalomtörténészek azóta azon vitatkoznak, hogy lefordította, vagy megírta. Nem az szerepel, hogy lefordította, megírta. És mivel van, most érdemes figyelni, nem egy olyan népihletésű szerzőnk, akik ilyen vaskos kötetben tulajdonképpen megírták a Bibliát. És hogyha ez nem elég, emlékezzünk vissza, hogy paraszt Biblia. Ilyen vastag kötetben megjelent. És érzékelem, van egy másik forrás is. És ez nem 1000 évvel ezelőtt tűnt el, hanem a paraszt Biblia 1980-as években jelent meg, kifordatta a kezébe. Tehát itt vannak a nagykönyvek. És akkor innen nagyon könnyű tévébe bámulni azt, hogy augusztus 20-a mit jelent a nemzetnek. Vagy nézzük meg, kikkel csináltak interjút, hogy nekik Trianon mit jelent. Mert csak így nézeket. Ha rá kell nézni, neki semmi fájdalmat nem fog jelenteni. Nem kell őt megkérdezni. De viszik be a köztudatba, hogy a semmit nem jelent. Vezető értelmiségiek, celebek, hallgató személyek, hírességek ilyen helyén állnak. Ilyen sorstörténeti kérdések. Tehát, akkor ábrázolások. Agancsos státus alakja, Erdély Ácsolt láda, 16. század Budapesti Néprajzi Múzeumban olvasható. Pap Gábor üdvtörténet magyarul kötetében ezek a képek szerepelnek. Na most mit látunk? 16. század. Látunk ki csillagokat, és csillagok között megjelenik a tátos alakja. Honnan tudjuk, hogy tátos? Agancsa van, leveles ágszerű agancs jön ki a fejéből. Jön a szöveg, Szent István összegyűjtötte a tátos dobokat, és elégette, és betiltotta. Nincs tátosnak dobja. Sámánnak van dobja. Tetszik, nem tetszik, ilyen nincs. A dob az mindig használatos volt. Elolvassuk Szerényi György, aki második Lajosnak és Szapolyai Jánosnak volt az udvari papja. Ír egy magyar történelmet. Templomban citera, dobszó és egyebek. Keresztény egyházi zene, dob. És tudom, hogy nem hisszük el, de a falu kisdobosa
minden nap kidobolta, hogy mi a probléma. A sámán viszont tényleg használta a révüléshez dobot, és nem tudom, hogy láttunk-e dokumentumfelvételeket, mozgóképet. Hát én, amikor ilyet látok, megmondom őszintén, hogy elképedek. Miért? Mert így van kezébe a kerek dob, és ahogy azt mozgásba hozza, és ő mozog, minthogyha levitálna. Amikor barátomat látom dobolni, az ember azt mondja, hogy Rudi, nem kéne. Hát ez gyakorlatilag, ennek semmi köze, ennek egy dolognak viszont nagyon hasznos. Érzi a nemzet, hogy ritmus zavarban. És mit fog csinálni? Dob az egy ritmust ad, alapritmust. És mit működtet? Hát amikor bejön a modern zene, az igazi nagy probléma az mit jelentett? Mi most már hozzászoktunk, mint hogy a kamionos útforgalomhoz a gólyák. Már nem úgy hat rá. De hogy hatott az a szívre? Egy sokkal gyorsabb ritmus. Hát kifeküdtek. Sitták a Coca-Colát. Mekkora szenzáció. És az idősebbek megnézték, hogy megőrültél. Idősebbeknek igazuk volt. Ez vitathatatlan dolog. Ma meg visszasírjuk azt a nyugtató dobritmust, amit azok még csörömpölésként érzékeltek. Nekünk az már, hogy mondjam, csak muzsika a fülünknek. Tehát sok mindenhez hozzá lehet szokni. De nem mindegy, hogy lelassítja a szívünkölést, vagy felgyorsítja. Mert ha valakinek túl gyorsan ver, az ugyanolyan rossz. És akkor egy ritmust ráviszek, egy lassabbat, és úgy szépen hozzáigazítja az egészséges szívdobogáshoz. Van egy nagyon szép magyar gyógyító gyermekvers. Mindenki ismer. De ott is három hangszer jelenik meg. Három. Ez így szól, hogy gólya-gólya gilice, mitől véres a lába. És ha esztendő körében elhelyezzük a gólyát, amikor először a Bercsényi kollégiumban, a papjában ezt nézte, tehát az ember elálljunk a 80-as évek. Mert mindenki tudta ezt a képtelenséget, hogy gólya hozza a gyereket. Ráadásul a 19. századi Biedermeier festészet tényleg tele van egy gicsképekkel, hogy jön a gólya, és tartja a gólyás babát a csőben. Igen ám, de a gólya az egy évköri egységnek a neve, egy holdháznak a neve. Nyári napforduló ez a rákhava, keleten az ökör, a gólya a ráknak a második holdháza. Na most a rák, mint évköri egység, miről nevezetes? Itt a leghosszabb a nappal, legrövidebb az éjszaka. Itt van az életnek a legtöbb melege, tehát tulajdonképpen mi az, ami képletesen a gyereket hozza? Egy fényteli fészekbe, tulajdonságkörbe kell beleszületni, mert mondani szokták teljes joggal, hogy a fénynek nem csak fizikai tulajdonságai, hanem erkölcsi tulajdonságai is léteznek, jóság, szeretet és az ingyenkegyelem. Tehát mi hozza a gyereket? Milyen tulajdonságkörnek kell jelen lenni? Hát ez lenne az ideális. És gólya, gólya, gilice, mitől véres a lábad? És ezt nem felnőttek énekelték, hanem gyerekek. Hát akik a gólyafészekből tulajdonképpen fél lábban még akkor lépett neki. És elmúzik, hogy török gyerek megvágta, magyar, és itt jön egy szemléleti mód. Török gyerek megvágta. Megnéznénk ázsiai hős énekeket, hogy ez előfordul, hogy folytatódik. Most nem mondom azt, hogy kirgiz, kazak, mongol, utána menne és felpofozná, és visszavágna. Tehát ezért vagyunk egyedül a világban, úgy tűnik. Mert itt egy olyan erkölcsi magaslat érvényesül, úgymond néplélektan szintén, hogy mi el sem tudjuk képzelni. Viszont mivel nekünk természetes, el sem tudjuk képzelni, hogy máshol nem az. Vágd vissza, törd el neki. De még azzal foglalkozik, hogy a török gyereknek visszaadja,
elvérezve a gólya is. Török gyerek megvágta, magyar gyerek gyógyítja. Simppal, dobbal, lábjegedűvel. Tehát bizony ott van a dob. És a dobbal lehet gyógyítani. Találkoztam olyan ferences szerzetessel, Csíksomlyóról, még amikor Géczi Gábor szervezett ilyen természetgyógyász tanfolyamokat Erdélybe, hogy az ember tényleg nem akart elhinni. Mert már egy Tacó Árpád Lukács atya is úgy tűnt, hogy se előzmény, se folytatás. Fiatal ferences pap volt és elmondta, ő Csíksomlyó, igen, betegeket dobbal gyógyít. Akkor mi van ezzel a Szent Istváni, meg ezekkel a dolgokkal? Nem van, mindig ugyanoda jutok vissza. Tehát mi is olyanok vagyunk, hogy egy piros-fehér-zöldre veszelt csövet oda tesznek a szemünkhöz, mi csak azt látjuk, hogy piros-fehér-zöld, nem azt, hogy cső. Egyik szemünket piros-fehér-zöld tapasztal letapasztjuk, és nézzünk a csövön keresztül. Mit fogunk látni? A csőlátás tipikus példája. Egy részét valaminek. És nagyon érdekes ez a gyermekdal mondóka, mert tulajdonképpen végigveszi az összes olyan népet, akikkel ilyen konfliktus volt. Most nem is mondom végig. Diószegi Vilmos 1958-as könyvében szerepelnek a változatai, hát német gyerek, nem kell ezt mondani. Igen, nem, de a legtalálóbb Muszka gyerek megvágta. 1956 után két év. Akadémiai könyvkiadó. Lábjegyzet, szerkesztő, de ebből lehetett látni, hogy vannak jó emberek mindenkorban, még a ilyen szinten is. Oda van írva, Muszka egyenlő török. Várták azt, hogy majd jön az a rendszer, aki tényleg elviszi. Minden feliraton Muszkik, Muszka, haza, egyenlő. Nem kell ezt megjelzni. De mi az egésznek a lényeg? Tudjuk, hogy ez történik velünk, de nem a bosszú állás az ítélkezés a feladatunk, hanem a gyógyítás. És egy gyerek ezt nem fogja naponta racionálisan végig gondolni. Ez lesz neki természetes. Ha ilyen helyzetbe kerül, akkor nem pofoszkodni rohan, hanem ott van a baj, azt kell azonnal orvosolni. Na most Agancsos Tátos, tehát 16. századi, most Szemelvének. Ezt csak azért jelzem, hogy érzékeljük, hogy mekkora kultúrtörténeti vonalat lehet ugyanazon az úton szinte törés nélkül bejárni. Tehát vitathatatlan, hogy a dominancia megszűnik Szent István után, mert egyházmegyék, püspökségek alakulnak. De ez azt jelenti, hogy a dominancia szűnik. Tehát valaki magasabb polcra kerül, de a másikat hagyja élni. Miért? Mert ha nem ez lenne, akkor ezek az emlékek, meg ezek az adatok nem maradtak volna így fent. Nagyon gyorsan. Fehér csillagok között van a mi Agancsos Tátosunk ezen a ládán, és nagyon szépen elterjedt az a dolog, hogy Szent István betiltotta, elégette. Ezek pont olyan tárgyak, hogy hazamegyek és csinálok másikat. És hangsúlyozom, amikor egy sámán dobol, az valami döbbenetes, mint egy égi testet látnék a pályáján. Teljesen súlytalanul. Tehát olyan eleganciával, olyan természetességgel, ami nekünk nem megy. Miért? Mert ilyen az élet. Nem ehhez vagyunk szokva. De az nem azt jelenti, hogy az hiteltelen, ez pedig nem lehet hiteles. Csak nem mondjuk azt, hogy tátos. Miért? Mert arra nem volt ez jellemző. Nagyon egyszerű. Tehát magunkat ne csapjuk be, mert fölösleges magunkat becsapni. Nem attól leszünk hagyományőrzők és tátosok, tátosnak amúgy születni kell. De nagyon szép jelzés, amit megérez minden ember, egy ritmust az életünkbe helyre. És ezek a szabad csapatok, hogy járják az országot és dobolnak, le a kalappal előttük. Csak jelzem, hogy a sámán hogy készül.
sámánnak megjelenik saját nemzetségéből egy valamikori sámán őse. Tehát ez mit jelent? Csak az lehet sámán, vagy kám, vagy bő, de most nevezzük sámánnak, akinek a családjában, az ősei között volt ilyen ember. Eltelhet sok száz év is egyébként. Bejelentkezik. Rendre állomban. És ez sokáig tarthat az ilyen álomállapotban való bejelentkezés, de amikor konkretizálódik, hogy elfogadja a sámánős hívását, tehát a legfontosabb hozzanat az, hogy hívnak. Tehát nem én elnézést, sámán szeretnék lenni, nincs olyan bölcsöde, ahol már sámának a bölcsőben bölcsödés, mert van angol nyelvű bölcsöde, sámán nyelvű bölcsöde is, hát be szeretném íratni. A magamat már nem, mert a bölcsőből kilóg a lábam, hát akkor nyilván valami módon ez nem fog sikerülni. Tehát lehetetlen. Pont ez a lényeg. Nem az ő tapasztalata jelenik meg, hanem közvetlenül nemzedékek tapasztalatvilága, felfénylik az ő életében. És ebből a fényből tisztán látja a múltat, a jelent és a jövendőt egy adott környezeten belül. És akkor arról van szó, hogy a dobot el kell készíteni. Ez a döbbenetes tétel. Tehát ez azt jelenti, hogy megjelenik az a fa álmában, amelyik fa ágáról neki azt az ágat, amiből a dobnak a kávája lesz történetesen, azt le kell vágni. Kimegy az erdőbe, és ha álom alapján nem találja meg azt a fát, de hát nem kell magyarázni, megtalálja. Tényleg ott van a fa, tényleg van egy olyan ága. Igen ám, de még jön egy folytatás. Amiből a sámán dob készül, mondjuk a káva és a többi fából elkészített tartozék, azoknak az ágaknak mindig napkelet felé kell nézni. Tehát bemegyek a boltba, és veszek egy dobot. Megvan ez a lényeg. Igen, de ez volt a fa. De egy bőrborítással fog ez a dob rendelkezni. Na most a fa az leggyakrabban vörösfenyő, cédrusfenyő. Nyilván attól függ, hogy milyen éghajlati viszonyok vannak, de tényleg a cédrusfenyőfélék egyik az nagy szerepet játszik. És a következő lépés, bejelentkezik az az állat, akinek a bőréből fog elkészülni a dolog. És ez mit jelent? A sámán, mivel tudja, hogy melyik az az állat, elmondja a vadászoknak. Ott van az az iramszarvas. Az iramszarvas, ami az ő dobjának lesz majd a, tulajdonképpen a lelke, születésétől a szarvas idának elmondja, hogy hova járt, milyen patakra járt inni, az erdőben milyen mezőkre, rétekre járt legelni, elmondja az egész életét egészen odáig, hogy ott van. Oda mennek a vadászok, és elejtik az állatot. És tulajdonképpen mi fog a dobban megszólalni? Hát a fának a lelke, növényvilág, az állatnak a lelke, állatvilág, és az ősöm lelke az emberi világ. Tehát az élet adódik össze, miért? Mert a dob az a szív ritmusát határozza meg. És addig élünk, ameddig hát reményeink szerint lélegzünk és dolgozunk a szívünk. Tehát rendkívül összetett a dolog. És amikor elkészül a dob, ezerféle hagyomány van, de van egy nagyon szép hagyomány. Odaadják a gyerekeknek, most gondoljuk végig, ez milyen szép gesztus. Odaadják a gyerekeknek a dobot, ami így elkészül végre. És három napig a gyerekek a dobbal játszanak. Onnantól kezdve csak a sámán jött a dobhoz.
és minden egyes gyógyítás alkalmával erre a kifeszített állat bőrre, ami megint nem nő, hanem tényleg lelki utak vannak. De ezt már különösebben nem akarom hangsúlyozni, tehát agancsos táltosunk viszont van. És ezt miért mondom? Mert nem arról van szó, hogy be volt tiltva, hát olyan szövegeket fogok felolvasni, hogy az ember elképed. Már ez is elnézés, melyik pogánya, hogy rajzon meg festménnyel látok egy dobot, vagy látok egy embert, akinek agancsa van. Na melyik pogánya? Nyilván nem a hangszer ábrázolás, hanem ez a szellemi tevékenység. Latinovic Zoltán ezt égi antennás embernek nevezni maga idejében. Tehát az égre nyíló és égfelé tájékozódó gondolkodás. Csíkrákosi templom torony, aki Csíksomlyóba megy, Csíkrákos, lehet látni Csíksomlyót. Ezek egymás mellett vannak. Ott van a templom torony. Sisa Bélának, műemlékvédelem munkatársának, 1900, most nem mondok idő, legyen 90-es években. Sisa Béla, így megtaláljuk interneten, beütjük a táltos a tornyon. Tehát nem elrejtve, senki nem látja a babonahi tüzeit, így gyújtogatjuk. Van ilyen is. Csak ez egy úgynevezett keresztény, katolikus, továbbfokozva római katolikus templom tornya. Széllel szemben, torony iránt, szem, ameddig ellát, lehet látni. Mit látunk? Valaki utazik fölfelé égi testek között. És van egy kéz is, amit hát azóta restaurálták hazai restaurátorokkal, mert ez sajnos így igen gyakran előfordul, sikerült a csikrákosi templomtoronynak úgy a restaurálása, hogy minden valószínűség szerint teljesen tönkre fog menni. Na most, miért tartás véget? Miért? Azért, mert ledobja az újonnan felvitt festék réteget vakolatos tulafal. Tehát ez valami egészen döbbenetes beavatkozás volt. És vannak mások, van olyan, én még láttam az eredetit a restaurálás előtt, 6 új van a kézen. Ma már csak 5 új van. De az, hogy valaki emelkedik fel csillagok között, és 7 csillagot lehet megszámolni magyarul, a 7 bolygó világában utazik. Hát azért mondani szokták megint csak, erre varjunk. Tátos hagyomány. És mondom, érzékeljük, műemlékvédelem munkatársa, könyve egyébként kitűnő, tátos a tornya, tátos révülés, nincs elrejtve, tehát nem lehet azt mondani, hogy ortodox pópa, nem lehet azt mondani, hogy falusi plébános. Valaki az égi testek között, szarvasok társaságába emelkedik az égre. És keresztény templomnak a tornya. Következő, Szent László szekere, hol látjuk ország nyugati Őrvidék, Őrsziget, emlékezzünk vissza. 1600-as években épül és festődik a templom, ezt is Pap Gábor nem egy alkalommal ellenőrizte. Bent a templom belsejében, a templom szentélyén, a boltozaton látunk egy szekeret, és valaki a szekér kellős közepén így feltartja a kezét, és utazik az égbe. Most hol van ez a szekér? Az égbolton. Melyik ez a szekér? Táltosról nevezzük el mind a mai napig. Miért? Mert göncöl táltos volt. Göncöl szekér. Olvasom, hát nem olvasom, hanem nehogy valami kimaradjon. Pegazus, szárnyas ló. Most ha szárnyas lovat látok, lehet tudni magyar nyelvterületen, eleve van egy olyan csillagkép, a Pegazus. Pegazusnak a népi csillag neve világában nem az a neve, hogy Pegazus, hanem nagy táltos. Szilágy Lombérti festett mennyezet kazettás templom egyik festett kazettáján, ott van szárnyas ló, oda van írva Pegazus. Milyen ló a szárnyas ló? Táltos ló.
hogy kerültem tudom, mennyezett falára, de Szilágyi Lopért még itt rám lépéssel, mert hétfejű sárkányon lovagló, pontosan rajta álló, sárkány tapodó, fegyelmező. Na most magyar néphagyomány világán belül a sárkánynak, a sárkánnyal kinek van bensőséges kapcsolata? Nem a tartosnak, hanem a garabonciásnak. Garabonciás. Garabonciás festett mennyezet, hol bujkál? 1778-ban készült, több száz év óta mennek a hívek, és nézem, te garabonciás, ne bujkálj már annyit. Ha már túl feltűnő, hogy ott bujkálsz. Nem hallott a Szent István hírt? Mit keresett? Nem hallottad a kortársainkat? Állandóan nézik a tévét, állandóan tájékozódnak, népnemzeti műsorokat nézünk. Mi nagyon jó egyébként, csak gondolom tudjuk. Mikor gondolkodunk? Mikor szállunk önnön lelkünk mélységébe? Információ, nincs idő átgondolni. Gyors tájékoztatás, vagy megfekszi az intellektusunkat, vagy nem fekszi meg. Tehát erről van átmenetileg szó, meg arról, hogy Técsön 1748 sárkányon lovagoló garabonciás. Festett mennyezett kazettás templomainkban, én nem tudom, hogy ezek a garabonciások mit vétettek, vagy meg akarnak térni, valószínűleg meg akarnak fogadni, de lovagolódnak. Jaj, de sárkányon van, nem baj. Mit mond a mennyezőnk? Na jó, nem baj, oda festelek. Csak most már meg kell neked térni. Akkor van egy nagyon szép és messzelátó, és ez már a finomabban észrevehető, tehát annyira nem látványos. De ha így fog mondjuk egy király egy jogart, akkor lehet látni, hogy hány ujját lehet látni. Négyet. Ha ide jön még egy fogó, még egy ujj, akkor melyik ujját nem ábrázoltuk? Ha öt van, hát a hatodik az. Tele van vele az úgynevezett középkori festészetünk. Tehát nehogy azt higgyük, hogy ezek nem tudtak. Tehát ha így hangsúlyozom, egy, kettő, három, négy. De most a fogói az ötödik értelemszerűen nem látszik. És mindig olyan királyoknál tűnik fel ez a jelenség, akiket a néphagyomány ma is így nevez, hogy tártos király. Harmadik András király házi oltárán egyik oldalon Szent Erzsébetet látjuk, másik oldalon Szent László királyt látjuk, egymás mellett állnak. Szent László ifjú királyként így fogja a jogart a kezében, és tulajdonképpen hat ujja van. Aztán nem nevezem meg azt a templomot, lényeg az, hogy a Szűz Máriát kisded Jézussal ábrázoló képen nagyon sokáig lehetett látni azt, hogy Szűz Mária, amikor a kis Jézust a kezében tartja, tulajdonképpen elkezdjük a kis Jézusnak a lábújait, mert úgy mutatja. Számolni. Nagy lábúj, következő lábúj, ötödik lábúj, és van egy hatodik lábúj. Restaurálás előtt. Restaurálás után nincs. Tehát korrigál.